És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 18 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Hello. Hallgatók, itt vagyunk. Veletek újra szerdán. Azon az ominózus nehéz napon. Igen? Szerda. Én nem szeretem a szerdát. Mindegy, nem sérdek. Jó, ez már kifelé jön. Olyan kevés szerdánk van már, hogy érted. Én már ezeknek is örülök. Csak van még egy pár azért, nem? Persze. Kevés? Kevés. Hát nem túl sok. Hoztam zsemjét magamnak, házi vajat, úgyhogy nagyon örülök. Vizes zsemje. Vizes, teljes vagy vizes, nem tudom. De jó zsemjé féle. És házi reggel sütötted? Reggel, dagasztottam a kis tésztát a kezemmel, és sütöttem. Hó, meg kell testem. Egészségedre. Én sütöttem. Kakasokkal kelt? Ó, ez milyen jó. Hát ezt fogjuk használni így korán reggel. Nem rossz. Kicsit ilyen házésabb a hangulat tőle. Ugye, vidéki. Na, mi újság van? Hát, srácok, néztétek a tegnapi meccset? Néztük. Nem néztem. Én belenéztem, és rájöttem, hogy nagyon unalmas, és abbahagytam, elmentem sorozatot nézni. Semmit nem veszítettél, sajnos. Sem hallottam. Én is elkezdtem nézni, akkor egy picit unalmasnak tűnt, aztán még tovább néztem, akkor is unalmas volt. Utána a vége már nem volt annyira unalmas, de sajnos nem nekünk köszönhetően nem volt unalmas, mert inkább a ferőerieknek köszönhetően. Hát egyszer-kétszer majdnem kihullott a maradék néhány hajcsom is a fejbubomról, mert azért voltak ott ferőeri helyzetek bőven. Hát mondjuk nem lehetett csodálkozni rajta, mert azt hallottuk, ugye, hogy ez a csapat azért már megvizasztott egy-két nálunk magasabban rangsorolt válogatottat és nemzeti 11-et. Hát a jó Isten mentett meg attól, hát meg a szél. Meg a szél, igen, 50 km per óra. Fia, halál unalmas. Srácok, a tegnapi lendület, amit mi alkottunk nektek, az nem erre szólt, azt gondolom. Aha, hogy mi lett volna, nem adunk. Én néztem, amikor altattam a gyereket, ott belenéztem, és mondtam, ezt nem. Ugye milyen gyorsan elaludt a gyerek, látod? Gyorsan elaludt a gyerek, és akkor fölmentem sorozatot nézni, mondtam, hogy az élet rövid, drukkolok a magyaroknak, meg hajrá, de hogy nem vagyok hajlandó ilyen alacsony színvonalú rossz meccsel végig szenvedni. Tehát amikor te már kényelmetlen érzed magad a tévé előtt, az nem jó. Ők azért vannak, hogy én élvezem a meccset, nem? Főleg az EB után, ugye, ahol az megmutattuk az első meccseket, hogy milyen jó volt, mekkora lendület, oda mentek, szét akarták szedni őket, hát na, mondtam, ez hogy most ezt nem, pont ezt nem látszott. Azt a magyar válogatottat szeretnénk látni, szerintem egyébként Ben Stork is, aki a portugálokat oda szegezte a saját kapujához, aztán óriási gólzápros meccset vívott velük. Igen, hát ez nem, miatt nem egész az Európa volt. Beszélt rólunk. És ebben szerintem semmi túlzás nincsen. Ez a tegnap ez elég kilátástalannak tűnt. Tulajdonképpen ezzel el is ment. Hát nehezebb csapatok jönnek, ugye azt mondják. Csak nehezebb csapatok ugye jönnek. Svájc itthon. Svájc jön, még ott van Portugália, szóval, hogy itt nagyon kellett volna háromnunk. A három pont azonnal. Igen. Tehát ez kötelező hat pont ellenük, ehhez képest egy-egy pont. Szóval hát talán még el nem ment, azért egy pont is pont. Úgyhogy ha nekünk sikerült megizzadnunk ebben a fura módon, ugye kicsit paradoxon, mert mindenkinek lefújta a haját a szél, a mezét a szél, a labdát nem lehetett. 50 km per órás állítólag. Vicces volt, hogy egy-egy szöglethez perceket kellett várni, mert a labdát nem lehetett leállítani a megfelelő pontra, mert állandóan arra bíté, 20 centivel, 30 centivel vére rúgott volna egyet az izlandi játékos, ők azt hiszem, hogy szögletben is, vagy izlandi, de is ferőeri. Azt kellett volna, mint a golfban. Is jobbak voltak, mint mi. Aha, igen. Kis tudod, ez a kis tartó, és akkor ráteszed a labdát, az nem fújja ki a szellet. Te is szerintem újítás, ebből gazdagok leszünk. Aha. Na mindig, szóval befejezve az előző mondatot, valószínűleg azért a másnak is lesz ott gondja, nem csak nekünk. Hát igen, mindegy. Na, elment az elment. A lényeg. Elment. Ez elment, igen. Mi nagyon akartuk, nagyon szerettük tegnap reggel. Hát ez micsoda, rigmusok születtek, úgyhogy én még este egyet elmormoltam a tévé előtt, semmit nem tudtam vele mit kezdeni. Úgyhogy ez van. Mindegy. De végig szenvedted, végig nézted le a kalappal. Az első fél időt, aztán a második fél időben átcsöngetett Robi. Azt akkor kijutunk inkább a jó időre, mert még nyár van szerintünk, és akkor egy. És akkor hagytátok a felemet. Hát, kicsit néztük, még így beberohangáltunk, hogy hát ha történik valami, mikor nagyon kiabáltak oda bentről, de nem. Tehát azért kár volt. Azért kár nem, volt. Nem csodálom. Ja. Nincs felúztam magam. Úgyhogy ez van. Viszont véleményt szeretnék kérni. Szerintem nem, szerintem igen. Oké, akkor szevasztok, köszönjük szépen. Tegnap sétáltam az egyik strandon Velencén, már kevesen vannak, de vásárolt egy apuka egy körülbelül, hát én 8 éves kisfiúnak egy alkoholmentes sört. Na! És képzeljétek el, volt egy anyuka mögötte, aki elkezdett nagyon csúnyán kiabálni vele, hogy miért mérgezi a gyerekét. Alkoholista
rajta lesz a gyerek, de ez a tényleg 0%-osat vett, mert abból van azt hiszem ilyen, amire nullát mondanak, de ilyen 1%-os körülbelül, de ez a 0-0 volt, mert én utána megnéztem a bódban, hogy ez van ez ilyen, mert hogy ezzel ráneveli a sörivásra a gyereket, ez egy ilyen citromos, gyakorlatilag limonádé, amit alkoholmentes sörként árulnak. És akkor anyuka nagyon csúnyán elkezdett kiabálni, hogy szerinte nem kell. Zaher Gábor fogja örökbe fogadni a gyereket. Ja, többen találkozik majd vele, mint magukkal, blablabla. Hát, figyelj, az ízét meg akarja kóstolni, akkor miért ne kóstolja már meg. Nyilván izgatja a fantáziájukat. A lányos valamelyik nap majdnem rávett, hogy vegyek neki egy ilyen alkoholmentes. Egy Éva Vermutot. Egy alkoholmentest, mert hogy nézd, mégiscsak ne száradjon már ki, érted. Lenyomta a Vermutot, de nagyon kapalja a torkát. De nagyon dehidratálta, aztán gondolta, hogy akkor még lenyomra egy fél literes sört. Hát, nem hiszem, hogy ez akkor a probléma lenne. Nincs baj, én is azt gondolom, csak az anyuka akkor a vehemenciával esett ott neki az esetnek, hogy azt hittem, hogy hát ha más is így gondolja. Micsoda erkölcsi feltő. Ha nincs lenne alkohol, akkor igazából tök mindegy. Hogy... Szerintem egy konyakos megy be, azért több alkohol van. Tök mindegy, mit tudod, és az abból azért lecsúszik, vagy legurul egy darab gyerekkorban is már, szerintem azért akkor annyira nem probléma, hogy ott van a dianás cukor, ha még létezik egyáltalán. Van. Szerintem még abban is van alkohol van. Ez van még. Jaj, és ezt mi ettünk gyerekkorunkban. Kilószámra. Ja, ugye nem szólt senki, hogy hajjaj. Jó, mondjuk meg is lett a következménye. Tehát, hogy nálam, de nálad nem. Hogy életbelőlünk. Hát ez ilyen, kicsit fel van fújva ez a dolog, nem? Én is azt gondolom, hogy ott az anyuka túlpörög, de csak azt hittem, hogy hát van valaki, aki azt mondja, hát már pedig tényleg nem erre, akkor sör, ja, megszokja a gyerek is. Jó. De lángosból egyen négyet, meg ígyon egy fél liter kólát. Az viszont simán igen. Na, azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket, csodaszép reggel, nekem már péntek van, holnap indulunk Korfura, azért nektek kitartási tünet a péntekhez. Csigás Anita küldte nekünk. Jó kis Korfu, mennyiszer voltam én ott. Úristen. 8-szor vagy 9-szer forgatás voltam. Vagy nyaralni nyaraltatok. Fiúkkal, családdal, nagyon kívülbelül ismerem Korfut, nagyon jó hely. Volt akkor, hát most 10 éve nem voltam. Autós utazások, mi? Mentünk busszal is, mentünk repülővel is, mindenhogy. Kocsival talán nem, azért az kimaradt, de busszal igen. Busszal, repülővel. És ott motorbérlés, és akkor szidari, paleokasztrica, meg glifada, meg nem tudom, jelyek vannak. Emlékszel a nevekre? Az összes, se tudom, mi hol van. Szidari, igen, paleokasztrica, nagyon szép szidari, glifada az egyetlen homokos része, úgyhogy Anita, ha szeretnél tanácsot, szólja. Idegen vezetlek Korfun, vakon, mert nagyon sokszor voltam. Aztán, Bali, szeresd a mai napot, mert ma van a szülinapom. Mi is különösen, Nóri? Nóri küldte nekünk, igen. Nem érzem, hogy Balinak jobb lenne, de... Igen. Nem ez a kemény, hanem... Mi van velem? Kicsit csárlisodom. Mondjad, jégdupla viszkivel? Jégdupla viszkivel. Azt a minden. Nem ez a kemény, nem tudok beszélni. Svájc. Nem ez a kemény eredmény, hanem Svájc-Portugália 2-0. Tehát van. Csak kezd el, és akkor Jani befejezi. El kéne mennem itt időszűrése, lehet, vagy mi van? Nem, ez feljebb van. Igen, ez torokban. Ez egy pár centivel feljebb van, igen. Van valamilyen cucc, ami rá van telepedve a hörgőimre, és nem szakad föl ilyen... Annál a kicsi a keze, majd lenyúl. Nem félrenyeltem, hanem ilyen izét rutyit kölgök föl, hogy kérem, amikor köptetőt szedném. Hát igen, a gyereknek a köptetői közül szedném az egyik izicsbe. Igen, jó kis mukoprontot, vagy valami szörnyű nevű. Ez meg állandóan köhögés ingert okoz, az a baj nekem, azzal mindig rosszul hát értelem. Hát ne itt kezd el a terápiát, hanem otthon mondjuk, vagy adás után. Na. Te kis butus. Oké. Okay. Azt mondja, hogy jó reggelt Ausztráliából, köszönjük neked is, bárhol is vagy. Kamion fekszik az oldalán, az áron az M5-ösön a 38-as kilométernél Pest felé, ez Zsolti. Zsolti küldte nekünk, köszönjük szépen. Na jó. Oké, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Juli szépség versenyen volt Porecsben, elmesélte nekünk ezt a kis történetét, egy igazi szürreális horvát szépségverseny vett részt, mert ő nyaralt Horvátországban. És hát elmondta, hogy elindult egy szépségversenyen, és hát nem is akármilyen eredménye zárt, és ezt hallgattuk meg mi tegnap, úgyhogy megmutatjuk, hogy állunk játékunkkal. Egy-egyre vezetsz magad ellen. Egy-egyre vezetek magam ellen? Igen, csak te játszottál, és a hétfőn nyertél, egy nagyon gyors játék, a tegnap meg egy profink volt, és akkor elvitte a pontot egy-egy. Nem. Tehát ma eldöntheted. A részeredményt legalábbis, de még a hetet nem. Oké, ha játszanátok, írjatok SMS, jó, megírhatjátok, kinek hogy indult a reggele, kivel, mi van, mi volt tegnap, mit láttatok a tévében, minden. Minden jöhet nekünk, jó? Írjatok SMS-eket, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. A Morning Show. A Klassz FM-en.
9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Avanci, a pendrive legyen veled, írja egy hallgató. De tényleg egyébként egy jó Avanci, hát ez... Hát ő pendrive nélkül nagy bajban van. Az biztos, igen. Sűsártól a Medei ABC-ig újra a dugó van. 63-as főút, 83-as kilométerére rendőrség és egy autó az út szélén. Mosolyom Magyaróvár belterületén mérik a Rajka felől érkezőket. Azt mondja, hogy holnap 22 órakor ízér az új sorozatot, a God Damn It, Jani. Nem tudom, hol lesz. Holnap még nem, de pénteken valószínűleg igen. Majd megnézem. Batmanes? Ja. Igen. Hasszem. Hány bört húznak még le erről? Hát... Figyelj, hogyha tényleg ezek olyan rácfelavarrások, hogy tényleg egy picit így új lesz, nagyon kevés szerintem a jó képregényel adaptáció. Nem csak szerintem. Na mindegy, majd belenézünk, aztán eldöntjük. Megyes a 85-ös kilométernél a Budapest felé haladókat mérik. Köszönjük szépen, mi pedig játszunk, már itt is van hallgató. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, fiúk! Hello, szia. Niki? Niki, igen. Hello, Niki, honnan hívtál minket, Niki? Hát éppen úton vagyunk Debrecenbe, Miskolcról. Most valahol Polgár és Görbeháza között. És mit csináltok arrafelé? Hát nagyon izgalmas, mert egy bébi programba megyünk, a második lombikunkra. Aztán kicsit izgatottak vagyunk. Ez a beültetés, vagy még a kivevés rész? Nem, ez még most a kivevés. Tehát ma mellett a petesejt leszívás, és akkor ha szépen fejlődnek az apróságok, akkor pénteken kapom őket majd vissza. Aha, hát sok sikert kívánunk hozzá. Köszi. És egy gyerek már van? Nem, nincs. Ja, csak akkor most mész a második. Még egy sincs, igen. Mennyi időnek kellett eltenni a kettő közt? Hát... Az a helyzet, hogy elég hosszú várólista van, ugye ebből az állam támogat bizonyos darabszámot, de önköltség alapon lehet menni bármikor. Mi most az önköltséges alapon megyünk, így 3 hónapot vártunk az első után, és akkor most neki tudunk újra. És mennyibe kerül? Hát nem olcsó. 100 000-es nagyságrendőkről van szó, már alapjában maga a program is, plusz még hozzá az injekciók, gyógyszerek, hormonok, úgyhogy nagyon sokba. De hát nyilván, ha gyermeket akar az ember, akkor semmi nem drága. Szól a telefonod, vagy mi történt? Nem, a férjem telefonja. Hallottuk. Adásban van. Lehet, igen. És azért, igen. Adásban van, Niki, tudsz róla? Hallod, édes lény, kocsög, és meg Monika néni ékezik. Kivel játszanál, Niki? Fedivel szeretnék, arra gondoltam. Szupi. Indítjuk az órát, jó? János magához ragadja a stoppert. És akkor, Jani? A 3, 2, 1, fire. Mivel foglalkozol egyébként, Niki? Mi a munkád? Én egy telefonos ügyfélszolgálaton dolgozom. Az egy nagy villanyszolgáltatónál. És ha nincs befizetve az áram, akkor te telefonálsz? Nem. De kár! Jaj. De gyors Niki. Volt ez, hát le se tudtam nyelni az almás pitében. Komolyan, hát még egy kortyát se tudtam megélni rendesen. Egy teljes étkezést hoztál van egészen, egy menüt. Semmi vaj. Nagyon hit bennetek. Nagyon hittem mellettek, hogy akkor almás pite falatot tömtem a számba, imádkoztam, hogy legalább fél percig kibírjátok, mert annyira sűrű volt, nem tudtam megélni. Sajnálom. Hát ez gyors volt, Niki. Igen, az volt. Férjed de nagyon örülök, hogy hívtatok. Hát most mit mondjam? Azt mondta, hogy béna vagyok. Ennyi. Reméljük, ennél azért szerencsésebb napotok lesz ma, aztán sikerül. Biztos. Jó? Biztos. Köszi, akkor puszi. Puszi, szia. Ciao, hello. Hello. Sziasztok. Szép volt. Jó volt ez. Ennyi. Hát 2-1. Kettő egy. Nekünk. Akkor jó vagyunk. Persze. Ha kettőből még egyet behúzunk, ezt meg is vagyunk. Visszaváltása. Ja, csak mondom, hogy esetleg kávét fogyasztanátok, és azokból a tejekből öntenétek mellé, ami a hűtőben van, csak óvatosan. Jó, mert az én joghurtom már a bekefíresedett, mert valamelyik nyilván menzatag kollégánk tegnap kihúzta a hűtőszekrényt, mert kevés volt a hosszabbítóban. De okos. A lehetőség. Ja, és nem dugta vissza. Ajajajaj. Reggelre minden megrohadt a hűtőben. Tökre. Miért van ez a kollégák közötti felnézés, de szarok bele? Tehát, nem, nem most abban a pillanatban neki az volt a fontos,
be tudja dugni valahova a laptopját. Tök jó, csak utána nyilván beférsz a melót, dugja vissza. Meg van egyébként még a kis szerkesztőségünkben, azt hiszem egy olyan 15 ilyen konnektorhely. De nem az a, nem is ez a probléma, hanem hogy hoztam be egy elosztót, azt bedugtam a lenti konnektorba. Hoztam egy másik, egy hosszabbítót, abban is volt három lehetőség. Tehát, hogy elég nehéz lett volna, igen, magyarázatot találni arra, hogy miért nem dugja vissza. Na mindegy, nem is érdekes. Törjön le a keze! Hát most ott vannak a rothadt tejek, fúj! Szakadjon le a könnyekből a karja. Írják a Gundam sorozatra, hogy Bruce May fiatal és Jim Gordonról Batman idejében ő lesz a rendőrkapitány, és a gonoszok születéséről, felemelkedéséről szól a szenzációs sorozat. Hát ránézzük. Azt mondják? Jó, megnézzük. Most megnéztem a Stranger Things-nek ezt a második részét. Alakul. Még csak a második részt nem tartasz. Nagyon lassan haladok, minden nap megnézek 10 percet. Uh-huh. Megfontoltam. Nem sietem el, de jó, már alakul, jó. Már kezd belendülni. Hát simán be is rendelték ugye a második évadot, tehát mindenkinek a világon, mindenkinek nagyon-nagyon tetszett. Jó kis sorozat, igen. Jó, halljáljuk, szeretettel. 3 perc, pontosan 7 óra jönnek a legfrissebb hírek újra, aztán jövünk a hírek után. Morning Show, a legklasszabb dolog a reggelben. Open your eyes. Time to wake up now. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning showja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Hát... Szóval nem lennék szomorú, ha egyszer bejelentenék, hogy Jesse Glenn visszavonul, nem? Mm-hmm. Vagy hogy csinálj újabb számot. Igen. Ne, azt ne. De hát fenesült, hogy jön. Tehát, hogy... Hát, ha második lesz. Hát, ha. Az a baj, hogy ezt már megcsinálta, ez már benne van a világzenei tudatában, tehát hogyha ő visszavonul, ez a dalattól még mehet. Hát igen, de akkor legalább nem írt többet. Ja, legalább új nem lesz. Legalább nem írt többet. Picit, nem? Ma bele nyúlunk. Tessék, kezdünk-e varjálni valamit? Hát, szurka finoman, nem? Az a, mert minden nap ugyanazok a zenék vannak, tényleg. Na mindegy. 84-es út, 43-as könnyebb baleset autó az árokban, műszaki mentés hamarosan, széna, WC papír áros küldte nekünk. Aztán egy kis konzsuzsa reggelre remek lenne, Petya küldte nekünk. Hát lehet egyébként, hogy örülnénk neki, nem? Én nagyon régen hallottam már. Ugye? Meglepetés erejével, jó. Igen. Azt mondja, hogy... Sziasztok, ezt az üzenetet már augusztus 3-án megírtam a párom azóta nyagat, hogy küldjem el nektek, majd a minden reggel hajnal 4-kor kell, ül az autóba, és úgy várja, hogy elinduljon a műsor, mint egy gyerek a karácsony. Mire ezt olyan megszállottan, hogyha a zene megy a rádióban, ami nem az én stílusomnak megfelelő, és elkapcsolódik, ő rögtön ordít, hogy nem. Olyan helyen vagyunk, ahol recsegtek, ő akkor is hallgat titeket, vagyis csak a recsegés rendes hangerőn. Ha megkérdezzük, hogy miért csinálja, azt mondja, azért, mert ő hűséges. Te édes. Tudjátok róla, hogy van egy hallgatótok, aki már most szorongatta, hogy mit fog hallgatni novembertől. Hát a recsegést akkor is. Hosszú heregig fogott ülni. Ez lesz. Jönnek mindjárt a fiúk, biztos vagyok benne. Ez csak altatás. Jönnek mindjárt. Ahogy a dolog most áll, ott recsegés lesz. Ott egy darabig, igen. 2 hónapot mondanak minimum. Még ugye kihirdetik a... Ott most egységés lesz. Az a baj, hogy a dolgoknak az a rendje, hogy utána szépen lassan elfelejtenek minket az emberek. Tehát, hogy az első néhány hétben még fájni fog, aztán így megszokják a hiányunkat, és utána szépen lassan elfelejtik, hogy volt valaha egy ilyen műsor. Hát aztán azt hiszem, hogy volt, szerintem azért az nem, hogy volt. Elfelejtenek minket, a feledés homályába veszünk, mind van veled. Azt talán nem, hogy volt. Mert... Azok a hallgatók biztos, hogy nem felejtenek el minket, akik ilyen 20-30 DVD-kről küldenek képet a webmailünkre, hogy úgy hallgatnak minket, hogy kírják DVD-re, kírják CD-re, és újra meghallgatják különböző megszólalásokat, stb. Tehát ők biztos, hogy nem. Hát, hogy mert vannak ilyenek. Ez az életrendje. Ezért megdöbbenek. Ez a természetrendje. Aminek eleje van, annak vége is van. Ez ilyen egyszerű. Nem? Igen. És minden befejezés valami újnak a kezdete. És ha bezárul egy ajtó, akkor biztos, hogy nyílik egy másik. Tulajdonképpen így van. Ami egyszer elindul, az egyszer véget ér. És magas hőfokon a cukor karamellizálódik. Több nap, mint kolbász. Így van. Gyerekek, hát ennyi, ez a világrendje. Ez megtörtént már egy csomó más rádióműsorral is, tehát ez szokja hozzá. Szokja hozzá mindenki gondolatban. Nem?
Tudunk aludni. Persze. Na, arra kell gondolni. Tehát a hallgatók gondoljanak arra, hogy nekünk jó. Ugye? És akkor legalább ezzel igazolják magukat. Igen. Ezzel tudják magukat vigasztalni. 84-es út 43-as köré baleset autózárokban, ha a szén a WC papírárus küldte nekünk, köszönjük szépen. 63-as út 83-as kilométerére rendőrség és egy autó az út szélén, Sárbogárdon Gazdaboltnál van egy trafi. Ezt MSZ-e küldte nekünk, valamint a Rajka felől érkezőket mérik Mosó-Magyaróvár területén. Komár a Mács-Bábolna vonalon, nagy köd van, 11 fok, írja Tom. Fú, ez már azért ilyen elég őszi. Őszös. De jön a 30, te mondtad, hogy... Ilyen. Mától tök jó idő. De hát 30 szerintem nem lesz már. Aha. De jó, a 25 lesz. Is jó. 25-28 biztos, hogy lesz ilyen. Hello fiúk, jó reggelt, most költöztünk össze a párommal, már több mint egy éve vagyunk együtt, de még eddig nem laktunk együtt. Tudnátok valami tanácsot adni, vagy személyes tapasztalatokat, hogy hogyan viselkedjünk ebben a helyzetben? Oh, mossátok a kádat magatok után. Milyen kádat? A punci kádat? Az fontos, hogy a kádat. Szerintem az meg tudja rontani az együttélést. Hogyha az ember nem mossa. Persze, így van. Nagyon fontos, mosni kell a kádat, és hogyha lehet utána törölni is. Nehogy bepenészedjen a fuga. Aha. Ha már kád, tegnap voltam egy ilyen, mi ez? Ilyen, ahol kádfürdőben. Kádfürdő, nem súlyfürdő. Nem, ilyen kádakat, meg csapokat, árusító boltba. Milyen bolt az, hogy hívják? Szaniter. Szaniter? Igen. Aha, azt hiszem. Felújítás van? Ki kell cserélni egy-két dolgot, igen. Hát de mi? Van egy hölgy, aki csokoltat benneteket, nagyon aranyos, nagyon igen? Kedves, és kérte, hogy adja már, hogy nagyon szeret minket, és ti is nagyon szeresítek. Nagyon szép. Aha. Jó. Tehát egy aranyos, kedves, és mindent elintézett nekem, amit el kellett intézni. Úgyhogy nagyon-nagyon helyes volt, és nagyon szeret benneteket, és csókoltat. Nem akarod ezt a házat eladni, de tényleg. És ugyanitt lehet beszerzési áron csaptelepeket, jó minőségét? Úgy, na, a csaptelepet akkor kellett vennem. Jól van, jó. Csaptelepet kellett vennem. Akkor én is üdvözlöm. Neked is kell csaptelep, elküldenek oda. Nincs messze, ott van a kampi mellett. Tehát hogy már megint lecserélite? Nem, hát rossz az minőségűt vettetek? Nem. Az volt beépítve, az hát 10 év után azért ez belefér, szóval 10 év után ez nem egy olyan kiadás, amit innen cseréltünk. Ez egy ilyen álló csapakád mellett, aha. És úgy váltottad át zuhanyról kádba folyó vízé, hogy erősen meg kellett húzni. A csapnak. Hát tudom, nem, ez tudom. Egy ilyen álló bassz. Most mit tudom én? Jó, ne rám haragudj, légy szíves. Ezt meghúzod, elromlott így, a és az bevízkövesedett, és már nem lehet meghúzni, és nem vált át zuhanyról kézi, ja, és már nem lehet hajat, most még minden, és akkor tegnap lecseréltem. Két hetet kell várni egy csaptelepre, értitek? Hát milyen világ ez? Hogy nincs csaptelep. Nincs raktárom. Ráböksz egyre, és akkor... Biztos valami dizájncuc. Fogadjunk. Nem, semmi dizájn nincsen. Gyémánberakás. Hát egyenesen is belehajlik a kárba, az jön belőle a víz. Na de jó, de hogy... Nem kínai, na hát annyi nem kínai. Mondta, hogy van kínai ennyiért, az még fele annyi, meg van, ami normálisabb ennyiért. Ezek a horrorba kerül egy ilyen. És a magyart vetted? Az nem tudom, hogy magyar-e. Ja, nem. Te el is avakra végződik. De nem akarom bemondani, nehogy baj legyen. Nem egy extra minőség egyébként, szóval semmi francolás, de hogy konkrétan autót veszel. És megvan a szerelőd is hozzá, vagy te meg tudtad csinálni? Nem, még nem jött meg, de én nem tudom megcsinálni, nem tudom kicserélni. A spéci cuccokkal vigyázni kell, mert nem mindig van hozzá szerelő. Én ezért inkább a klasszikusokban bízom. Ilyen Klúdi Gyulában. Tehát, mert az, most ez hol láttad? De nem spéci, nem mondjuk. Milyen spéci? Most mit egy másik univerzumban vagytok, nem. És nem figyeltek arra, hogy én mondok. Láttál, tök más univerzumban vagytok. Nézted a tévét, és bevillant valami, vagy hívják. Sokszor nézek ilyen műsort, mert csaptelepek van. Igen. Gyorsan lefotóztál a tévével együtt. Nyilván azért kell rá várni, mert egyedi gyártású. Valójában. Egyedi gyártású, azért kell rá várni. Igen, Kararai Márvány, és nem tudom, a Jordán folyóból nyert, ikrából készült, persze. És a gyémánt porszórás rajta? Semmi, tök egyszerű csaptelep, de most figyelj, 150 ezer forint egy ilyen csaptelep. Ez hogy az Isten van? És megnéztük egy csomó helyen. Hogy mi? 130 a kínai. Most ez emlékszel rá, hogy mit mondtál az előbb? Mit? Hogy ti annyira félre ismertek engem. 150 ezer forint. Egy farra szerelhető, sima mosdó. Tényleg félre ismertek. Én nem gondoltam volna, hogy
Én az nem gondoltam, hogy 50 ezer forintot adsz egy csaptelepért. Nem, egy csaptelep, nem tudod, miről van szó, az a baj. A sima falra szerelhető. Jön a hideg, a meleg, és ami a falból jön, az ilyen 40-50 ezer forint. Úgyhogy bemész, nem egy dizájnboltba, egy sima, átlagos ilyen fürdőszoba kiegészítéseket kapóból. Ez pedig álló, ami ugye lentről jön, nem falból jön ki, hanem áll a kád mellett. És ezért 150-ben áll. Ezért így bejön. És megnéztük 4-5 helyen. És ez mindenhol ennyibe kerül. 150. Ebbe benne van a csővezeték is, meg a vízorral leolvasanak az éves jattya. Drága hallgatók, ne haragudjatok ezért rám, nem tudok mit csinálni. Két hülyével ülök itt. Ennyi, és megnéztük egy csomó helyen, és tényleg ennyi. És nem lehet az, hogy a régi vízköveset kitapar. Van kínai, az mondjuk 130. Kínai, és mondta, hogy ne vegyek kínait, mert az egy év múlva mindenhol ömlik majd belőle a víz, mert elenged a... Tehát is Kínába csináltam, amit te vettél. Az nem kínai. Az remélem, hogy nem kínai. A rabok nem kínai. És nem lehetett volna vízkötleníteni a másikat? Ecet? Az már mindent. Ravak, minden. Tipikus indiai név. Igen, a márka cseh, de Kínában készül most. Ravak tök kínai, olyan pekinges, Peking melletti kis falusias neve van. Egyébként nagyon jó volt a felvetés az előbb a Feri részéről, hogy nem lett volna olcsó, mondjuk venni 500 forint egy vízkioldó. Nem, ez már tényleg nagyon ramagy volt. Meg már mindenhol nem ramagy, ramag. Tehát ez már mindenhol ramagy volt. Mindig, figyelj, egyezünk meg valamiben. De most 10 éves ez a ház, és én 10 év után lecserélek egy csaptelepet? Hát most mi? Én azt házat egy év után cseréltem volna, de az most minden. Nem, te sose laknál ilyen házba. Nem, figyelj, egyezünk meg abban, hogy bármilyen romlik otthon, de tényleg bármi. Adjam oda használatot. Merjét a házasságotokat. Adjam oda használatot. Ne. Én átmegyek, és féláron mindent megcsinálok. Jó, akkor nézd, szerezzél nekem ilyen álló csaptelepet féláron. De nem jó, szerezni na, kell, fotózzál le ilyet. A régit megcsinálja neked. Mindig tegyünk egy próbát. Átmegyek, és egy picit akadítgatok. Kicsit csiszolgatok, kicsit patentosítok, picit hogy hívják, akkor hozzányúlok a dolgoz. Féláron. És én megvagyok. Mennyi garit válasz? És leszaramolom ebben 19. Mennyi garit válasz? Mennyi rá a garit? Én tényleg. Bármit. Hát egy év víg visszamegy azért a pénzért megcsinálni. Jó, mosok, vasolok, gyomlálok, vízkötelenítek, bármit. Az ide, hogy hallgat, hogy menjek le Győrbe, ott féláron megveszem. Jó, de Győrben minden olcsóbb, tehát jó, persze. Jó, ne írjunk ilyet, hogy le Győrben, mert írnak a győriek. Hogy fel. Igen. Gyere Tapolcára. Ott is meg tudom menni. Na jó, nem mutatok ezzel senkit. Mindegy, most már megvettem, már nem tudok mit csinálni, hát most megvettem, majd lefotózom. Számla megvan. Tessék? Számla megvan. Vissza tudod vinni. Ha most nem hallgatod minket a hölgy, szerintem vissza lehet. De miért hallgatod, akkor még inkább vissza lehet, csak dicsérte. Azt kell mondani, hogy mit tudom én, hogy zanyosan pont meglepet minket, de most már kettő van, az meg felesleges, megértő, ugye, na kérem vissza a pénzt. Felé, de már kifizettem. 75 én megcsinálom. Odaadom a régit, azt írja, hogy csak add el a piacon. Nekem az is jó. Nem, már szörnyű állapot volt tényleg az. Figyelj, egy ilyen tanúsítványt adsz mellé, hogy a tied volt. Te üzletember vagy. Hát na. Nem. De tényleg földobnám valamelyik internetes piac tére, és oda lenne mellé írva. Sebes igen, ez az a csaptelep. Csaptelepe. Mi van még, amit javítani kéne? Visszaveszi? Tessé? Nem tudom, valaki írogat nekem. Ja, tudom, ki írogat, jó, mindegy. Na jó. De azt nem tudja visszaadni, mit soron kívül a gőnyelegek mögött a rendelésért kapott tőled. Na, azt mondja, hogy most már mindenki okos, mert most már 50%-a tud mindenki csaptelepet, most már így könnyű, miért nem tegnap szóltál? Miért nem tegnap mondtad? Nem fog csaptelepet arálni adásra, miért nem tegnap mondtad, hogy tudsz 50%? Írd meg, mit tudsz, most aztán majd, ha kell, visszaívunk, érte. Aki ugye most ebből okoskodni. A legolcsóbbat ajánlja nekünk, azt egy ajándékcsomag. Igen. Ha alá tudtok menni árba, akkor két ajándékcsomag. Most 12, már könnyű okoskodni, érted? 12 000 garanciával. Írd meg, keresd Jackit. Írd meg, mit vettél, én is elmondom, hogy tudok olcsóbban, miért nem szóltál előbb, érted? Hát így most már könnyű arcoskodni, persze. 50%-a tudok olcsóbban. Hát szóltál volna tegnap. Na, hallottátok, hogy vannak olcsóbb csaptelepek? Meg balekok, akik megveszik a drágát. Most már nem fogsz tudni örülni a meleg víznek. Rohadt életbe. Minden csaptelep árus egy tolvaj. Így lehúztak, komolyan mondom. Nem cukik, ott cukik voltak. Ott cukik voltak. Na. Na, olcsóbb lett volna termát furatni a kertbe szerintem. Ebből konkrétan egy kutat befurok, ennyiért oda. Na, azt mondja, hogy...
Így már nehéz. Mi koncentrálni a rendőrség? Most ezt felhúztam magam, igen. Hattam, és hogy tudom visszajönni ezt a csaptelepet? Hát, életbe. Szennyes csaptelep. Azt mondja, Turbo Metal blogé lett egy nagy díj. És olyan nevek elől hoztuk el ezt a díjat, mint a Top Gear, meg a Chris Harrison Cars, meg a GT Channel, vagy GT Channel, magyarul akarom mondani, vagy GT Channel, vagy Jai Tai Channel. Ahol nagyon jó csaptele, meg egyáltalán a kocsban. Kantoni verziója. Kantoni verzió, így van. Mert hogy újságírói kategóriában nyertünk, és ez egy baromi jó díj, Turbo Metal Motor Blog hozta el ezt a díjat, nagy vörös szőnyeg, bevonulás, és minden volt, hatalmas nevek elől. Egyébként az autós filmek Oscar díjának is nevezett versenyen tulajdonképpen. És egy készítettek a magyar stáb egy kis filmet, amiben egy Teslát teszteltek, kipróbálták az elektromos autónál, hogy tényleg 3 másodperc alatt gyorsul-e 100-ra, lehet-e motorberegés nélkül emberkedni a piros lámpánál, meg síkfutó versenyen indulni vele, és beteg. Jó. És elhozták a díjat, és ez egy nagyon, nagyon nagy dolog. Úgyhogy fel is hívjuk mindjárt a nyertes film rendezőjét, illetve a Turbo Metal Motorblog vezetőjét, hogy mondja el nekünk, hogy sikerült ezt a díjat elhozni. Hogy zajlik egy ilyen díjátadó? Hogy tudták meg egyáltalán, hogy ők nyertek? Állítok, óriási felhajtás, vörös szőnyeg, dress code, buli. De jó. Meg hát minden, amit ilyenhez kell. Nyilván a jövődet befolyásolja azért egy ilyennel már odállítani bár hova, hogy milyen műsort csinálunk, ami Oscar díjas. A hálás Tesláról nem is beszélve. Mi a őket három. Igen. London Motor Film Fesztivál 2006 a legjobb újságírói díj. Ez nagyon, nagyon menő. Ráadásul ugye olyan piacon, vagy olyan körülmények között, ahol mondjuk a tévéműsorgyártásban vannak országok, akik előrébb járnak. Na, igen. Sokkal több pénzt tudnak belefetszölni egy ilyen műsorba, és ez tök jó, hogy itt a kreativitást tud nyerni. Úgyhogy ügyesek voltak. Igen. Na, itt van velünk Bernát Milán. Hello Milán, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Turbo Metal, hello, sziasztok! Szia! Hello! Ez egy motorblog egészen pontosan? Igen, ez egy autós és jármű kultúrával foglalkozó magyar blog. És 2010-ben indultunk el ezzel a sztorival. Pár haver így összefogott, és arra gondoltunk, hogy így ismerkedjünk meg az autókkal, fogjunk egy kamerát, és akkor mindezt pedig naplózzuk is digitálisan. Na, és akkor ti beneveztetek erre a versenyre, mert hogy azt olvasom, mindig csodáltátok az ott indulókat, aztán vetetek egy levegőt, és beneveztétek a Teslás filmeteket. Pontosan így, igen, eddig mindig csak távolról szagláztuk a filmfesztivált, hogy milyen jó lenne egyszer részt venni rajta. Azt meg, hogy nyerni, arról nem is álmodtunk, hogy részétel király lett volna, és akkor idén beadtuk a Tesla P85D című filmünket, és legnagyobb meglepetésünkre shortlistes lett, versenybe került a legjobb újságírói film kategóriában. Ahova egyébként a nagy nevű Top Gear is bekerült, és ez már önmagában egy óriási elismerés, hogy mi kis kelet-európai csapat egy kategóriába kerültünk a legnagyobb ágyukkal. Ki kellett menni köszönő beszédet mondani? Mondjad! Kicsit belül arra gondoltunk, hogy hú, hát akkor ez egy jó kis részvétel lesz, aztán ennyi. Ettől függetlenül mondták, hogy várnak minket a gála estre, úgyhogy gyorsan venni is kellett mindhármunknak egy öltöny, mert nem volt öltönyünk se. és kiutaztunk Londonba, ugye ez Londonban volt ez a filmfesztivál, és amikor a mi kategóriánknak a filmjei mentek levetítésre, utána fölment a kategóriának a konferencia, és hát ahogy kell, felkerült a kezébe egy boríték, és abból a borítékból a Turbo Metal neve jött ki győztesként, ami egy elképesztő eredmény, srácok, így nemzetközi szinten. De jó, hát gratulálunk, ez egy nagy dolog. Mi volt magában a filmen? Egy Teslát teszteltetek, hogy mit lehet vele csinálni, mennyivel megy, hány másodperc alatt gyorsul 100-ra? Igen. Egy Teslát teszteltünk. Ugye manapság az a szóbeszéd járja a Tesláról, hogyha valaki elkezd róla beszélgetni, hogy mennyire gyorsan gyorsul, ugye 3 másodperc alatt éri el a 100 km/h, és akkor arra gondoltunk, hogy
na, akkor ezt mi is kipróbáljuk. Az egész filmet tulajdonképpen erre a 3 másodperces világra húztuk föl, hogy egyébként a 3 másodperc az a világban mi történnek, és egyébként a Teslával mi történik 3 másodperccel. Ilyenkor ez hogy működik, hogy fölhívod a Tesla Magyarországot, ha van egyáltalán ilyen, hogy jó napot kívánok, itt vagyunk mi 5 nagyon jóképű, tehetséges fiatalok, csinálunk egy filmet, adjanak már egy Teslát, ami 40 millió forint, ha véletlenül odavernénk valahova, akkor majd kifizetjük. Van ez? Ez hogy működik? Képzeljétek, nincs is Magyarországon képviselete a Teslának. Ez az autó, ez úgy tudom, Szlovákiából lett behozva, és van egy kedves ismerősünk, aki az egyik nagyobb hírportálnál dolgozik, és benzingőzös aggyal megáldott srácokat keresett egy projektjéhez, egy videóhoz, amely majd ha elkészül, akkor szórakoztatja a nézőiket, és mondta, hogy srácok, van egy Teslánk, tudok nektek szerezni egy Teslát, nem akartok vele valamit kezdeni? És akkor arra gondoltunk, hogy hát de, hogy be! És a Tesla mit szólt hozzá? Kérem szépen? A Tesla mit szólt? Azt mondtad, hogy kérem szépen, most bontom a vonalat. Igen. Ezt tudtad mondani? Elég nekünk a Feri modorosságban. És azt bemered mondani, hogy kérem szépen, fiatal, fels, helyes srácok, akik menjenek egy ilyen versenyt, azt mondod, hogy kérem szépen. Látod? Miért nem tetted hozzá, hogy kérem szépen, parancsolj velem, nagy uram. tisztelt szőröm, nagy uram. Árok becse szolgálatára. Látod, mások is vannak ezen az oldalon. Atya Isten, kérem szépen. Szóval Tesla mit lépett erre a híre, erre a győzelemre? Hát ráadásul ugye nem is hivatalosan kerestétek meg őket. Azért, mint öregbítettétek a márkának hírnevét, lehet mondani. Meglepett benneteket 3 verdában most őszintén? Nagyon bízunk benne, hogy most a díj után egészen Elon Musk-ig menetel majd a hír. De viccet félretéve még nem volt hivatalos megszerelésünk a Teslától. Hát nézd, nem csodálom, mert ha látták, hogy 7-en ültök a Teslában, tehát így kezdődik a film, és a gyorsulásnál ugye a hátsó szélvédőn csapódik fel 2 kollégád, akkor azért én is azt mondanám a Tesla nevében, hogy nem biztos, hogy ez jó. Na és miért egyébként jó ez a kis Tesla? Én személy szerint azt tudom róla nyilatkozni, hogy marha jó. Iszonyatosan élveztük, nekem egyetlen egy napig jó, mert egy kicsit olyan vidám park az egész, és aztán jó volt visszaülni a rendes autókba. Igen, hogy nincs hangja, azért az úgy hiányzik, nem? Meg az is a nyomogat mindenütt. Igen, de a jövő az elektromos autóké, úgyhogy még élvezzétek ki a benzines autók rotyogását alattatok. Hát igen, de azért szélerőműben ne fektessetek mostanában. Igen, azt most írtek. Milán, gratulálunk neked az egész csapatnak, tényleg, ügyik vagytok. Köszönjük szépen, csapatmunka volt. Jól van, add át a többieknek is. Ciao, köszönjük. Hát adjuk. Hello, Milán, köszönjük. Hello. Bernát Milán volt a Turbo Metal Motorblog vezető. Hát nézzétek meg a blogot, akkor lehet, hogy tényleg érdemes. És főleg annak tükrében fantasztikus ez a siker, hogy ugye azok, akikkel szembe versenyeztek, vagy akikkel egy kategóriában voltak, olyan csatornákon vannak fel, mint mondjuk a BBC. Tehát ugye a világ minden pontján láthatók, hatalmas sztárok, irgalmatlan, tehát szeretik ők, és nyilván egy nagyon komoly handicappel indulnak egy ilyen versenybe. Igen. Na jó, van, Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk, Pipond órában játszunk, jó, lehet jelentkezni játékra. Csaptepes SMS-ek kiméljenek, jó, mindenkit írtó listára teszek. Szerelőt nem keresel? Olcsón, aki berakja. 25 szereléssel óriási. Adjál, persze, az rak föl magadnak. Azt neked sok szeretettel. 7:08, pontosan 4 perccel Ákos mondja a híreket, aztán jövünk a híreket. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Jaj, ez a Shakira annyira kiütött, hogy nem tudtam fölni a fülesem. 3:18 múlt pontosan 2 perccel. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt írja valaki, Bali, talált ki, mit mondok, visszafelé pelet pacs, visszafelé csaptelep. Na mi van, talált te 40 ér, Soerkám? Kavar, ravak. Ja? Nézd, hát csak 16 ezerrel olcsóban találtam pont. Na, de nem 40 ezer ér. Ne, jó, hát nem. Jó, most az nyilván az a helynek a profi, hogy ki mennyit tesz rá, meg mennyire szerzi be, de most tehát nem kapsz 40 ezer ér ilyet. Nem, egyébként tény. Na, azért mondom. Tény.
hogy azért nem, mert Jani azóta az bújja, hát, bújja bármi, csak hogy idegesítsen, tudod, megpróbált fölmenni, nem tudom, milyen oldalra. Vicces, de leértékelt olcsó saptelepek, csak hogy kiboruljak, hogy tegnap ennyiért vettem, de hirdetlen, hogy utána csak jártam. Azért, mert már éppen feljárak a ravak.sk-n a szlovák honlapon. Hátatalálok, hogy ne. Nem, tényleg, tényleg. Figyelj, továbbra is fenntartom, hogy érted. Engem hívhatsz. Engem hívhatsz. Adjál mindig egy fél órát nekem, mielőtt bárkit bárhol tárcsázdál, és átmegyek, és megpróbálom megoldani a problémát. Jössz, mint szerelő? Mint csaptelep szerelő. Jó, hogyha nem sikerül megoldani a problémát, de tegyél fel egy álbajózok. De tegyél fel egy álbajózok, hisz én ne ismerjelek meg. Meg egy svejci sapkát. Sebestén úr megjött. Kívánok, jöttem szerelni, és te lennél az. Jó napot kívánok. Miért találom a dugulást? Jani, te vagy az? De furán beszélsz. Jaj, de jomorú. Megint. Igen. Na, azt mondja, hogy... Nézzük gyorsan meg a közlekedési híreinket, mi helyzet az utakon, mit érnek a hallgatók. Süveg-Zalaegerszeg vonalon három helyen mérnek, csak nyugi. Cienc és Csabi küldte nekünk. Győr belvárosában Trafi Pax a csaptelep volt mellett. Debrecenben a Békési Béla utcában csúnya baleset, villamos sineken történt. Azt mondja, hogy én 50%-kal olcsóban tudnék neked egy másik csaptelepet. Köszi, miért nem előtte szóltál. Ezek a csaptelepek mind kínaiak. Csak a félreértések elkerülése véget, ezt Ádám írta nekünk. Kínában szerelik össze, de gondolom nem ott állítják elő, nem? Legalábbis engem a hölgy tegnap felvilágosított. Bali, lemegy a Veresegyházi piacra szombaton, és olyan csaptelet veszel 100 félét, hogy beszél, és tud 20 000. De nem csaptelep kell? Hát én nem, az a klasszikus csaptelep, nem ez kell. Bali, bemész az Obi-ba, és 20 000 forintért olyat kapsz, hogy besírsz. Jó, küldjétek el a fotót, Léci, jó? Küldjétek el okoskák, és meg nagy az arcotok, mi? Ti ott, akik ültök a kocsi, meg a kornyánya mögött, és arctalanul küldözgettek nekem SMS-eket. Janinak is ide arcoskodott, aztán nem talált. Pedig ő tudja, hol kell keresni a leértékelt dolgokat. Lesz az. Jó, nincs vége. Lépjünk túl ezen, tehát nem annyira fontos. 77-es és a 8-as főt kereszteződése után Veszprémbe beérve rendőrök mérnek a kilóra ravakott webshop mellett. Na, azt mondja, hogy M0-as Maglódi lehajtó pucu szeretlek. Köszönjük szépen. M1 emlétbe vezetően a 21-es kilométernél olcsó csaptelep kapható. Na, játszunk itt, már is Erdély Gosson a kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. De vásigyellán, mime? Aki válaszol... Hogy van a buszkígyó angolul egybe, kérdezi valaki. Buszkígyó? Buszkígyó angolul, aki mondod, akkor összerakod. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Hello, honnan hívtál minket? Én most éppen Budapesten vagyok, a Lidli parkolóba. És mit csinálsz arra felé, Reni? Hát igazából Pesten dolgozom, csak mikor hívott az Anna, akkor még pont vezettem, és akkor gyorsan félreálltam, mert nagyon izgulok még így vezetés közben. És hova mész? Mit dolgozol? Én egy klímatechnikai cégnél vagyok, az ügyvezető asszisztense. Mit csináltok télen? Mindenki Szabin van? Nem, nincsenek Szabin, csak igen, ilyenkor már kevesebb a munka, viszont ezután majd jönni fog, amikor a hűtésre állítjuk át a klímákat, úgyhogy van munka ilyenkor is. Ja, hát persze, hát fűtő-hűtő klímák vannak. Tehát igen. Szerintem. Azt a mindenségét. Na és Reni, hogy van a busz és a kígyó angolul egybe? Busznék. Na jó. Igen, jó, együtt a magánéletedről, de most akkor... Ja, és ez mit szól a pasin értele? Ezen mi nem tudunk segíteni. Remélem ő is. Ő szereti a busz és a kígyót angolul egybe. Angolul gyorsan, cím, rohadunk holnap folytatódik itt a Morning Show-ban. Igen. Na, azt mondja, hogy van egy városunk, jelen ez ország, van egy szólásmondás, meg van egy tárgy. Akkor legyen a tárgy. Tárgy. Igen. Mondtam, hogy van tárgy, jó. Igen. Azt mondja, hogy mutatjuk a tárgyat, jó? Figyelj, így szól. Oké. Okay. Mit szoktunk ilyenkor megnyomni ezt? Figyelj, mutatjuk. Üllöröd bál. Na? Üllöröd bál. Bál. Láb. Üllöröd bál. Na mi lehet? Lábdólülő. Hát, ha ez értelmes, akkor a tiéd az ajándék. Ha nektek van ilyen, mutatom még egyszer, figyelj. Üllöröd bál.
Hát nem hallani jól, abszolút. Jól mondja ezt? Nem. Vagy valami nem stimmel. Én nem tudom megfejteni. Ürölöd? Ülröd bál. Olyan, mint azt mondaná, hogy üllöröd bál. Üllöröd bál. Üllöröd bál. Üllöröd bál. Üllöröd bál. Ez láddörölöd bál. Ezt nem mondja jól. Nem. Akkor adunk mást. Jó, figyelj. Aha. Mehet? Igen. Akkor legyen egy szólásmondás, jó? Inkább országot akkor. Ország. Jó. Figyelj. Indulunk újra. Gásatrátszök, ilyakér falét. Úristen, ez a szomor. Na, tessék, hát akkor ezt neked most. Mutatjuk még egyszer. Gásatrátszök, ilyakér falét. Lét? Dél-afrikai köztársaság? Jaj, de szép volt. De jó volt. Atya úristen. Dél-afrikai köztársaság. Hát hogy ment ilyen jól? Nem tudom, a dél találtam ki, tehát utána már attól tördi magát. Ügyes vagy. Hát igen, a lábtörlő szerintem ott rosszul mondott valami, Dóri, az hívás, így van. Lábtörlő lett volna. Lábtörlő lett volna az eredeti, igen. Igen. Lábtörlő lett volna az eredeti. Hát köszönöm szépen, srácok. Hát mi köszönjük, ügyes voltál, megmentetted önmagadat. Lett egy ajándékcsomag, de a Dél-afrikai köztársaság sem tűnt könnyűnek, de szépen kitaláltad. Köszönöm szépen, köszönöm. Jó, köszi. Sziasztok. Ciao, hello. Szia. Szóval már feleségem is eBay-ről küldözget mindenféle csaptelepet. Olcsó, jó. Figyelj, most talált valamit, ő is nagy aranyásom. De nem ilyet keresünk. Értsd már meg. Nem ezt keresünk, hát ez egy álló csaptelep, ami a mosdóból jön, de mi nem ezt keressük, hanem olyan kellett, ami a kád mellől jön, így a kád mellől, és belefolyik a kádba a víz. De álló, ott nem? Ott áll mellette. Áll a kád mellett, igen. Aha. Figyelj csak, mondom egyébként. De miért az, hogy elmesélek egy történetet, hogy mindenki azon dolgozik, hogy engem felidegesítsen? Miért jó nektek, ha jó az nektek, ha én ideges vagyok? Szerintem nem jó az nektek. Nem vagy ideges. Nem hidd el, hogy semmi. Nem jó nektek. Csak mondom, hogy egyébként a bánki strandon láttam ilyeneket. Lopjam el. Szerintem már egyik-másik megérett a cserére, de működne. Eladom a bánki strandnak az én leszereltemet, és akkor már visszajött a fele. Na jó van. Oké, 5 perc van pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. Fürdőszobás területi képviselő vagyok, 15 éve a szeretét, segíts és hívj nyugodtan. Uh-huh. Tessék, újabb csaptelep. Ez mit jelent, csaptelepekkel járod a lakásokat, becsönget és eladod a csaptelepet? Fürdőszobás területi képviselő? Tiszteltem, meleg mit? Ja, vagy boltokba jár megnézni. Kipakolták-e a polcra rendesen az árut, igen. Kovácsolt vas csaptelep, netán? Persze, kopasz urat, kovácsolt vas. Akadna a torkodó a reggeli. Kovácsolt vas. Igen. Azt mondják, hogy buszkígyót mond valaki angolul, akkor arra azt kell mondani, hogy gyors róka. És akkor... Fast fox. Jézus Isten. 4 perc pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 8 óra múlt pontosan 10 perccel. Tudom, Bali, ha egyet hallottam, mindet hallottam. De most ezt én nem bántom. Dehogy bántom, hát ez felüdülés volt. Felüdülés volt. Komolyan mondom, felüdülés volt. Itt vagyunk. Jó reggelt mindenkinek. Köszi az észi díszi, tökéletesen passzoltam a reggelemhez. Norbi küldte nekünk. Jól van, látom, Jani elemében van. Hát itt beszélgettünk a zenékről egy picit, aztán kötöttünk egy ilyen egészséges kompromisszumot. Igen, Bali, tör le a kopasz kisgyerek kezét, mikor a keverőpultnál játszik, ez nem jó muzsika, inkább Szandit hallgatnék. Szatyi küldte nekem. Hát akkor hajra, hát nem rossz az. Mi van, Bali, elment csak telepért, király? Tudtok, ti akartok, írja nekünk egy hallgató. Na, ez nagyon jó zene, majdnem lerúgtam a csaptelepet a kádról.
Én komolyan mondom, figyeljetek, megőrülök, de tényleg, szóval, hogy így a feleségem szúr hátba, onnan jön a szúrás, ahonnan nem várod, érted? Miután elmondom ezt a történetet, hogy igen, talán nem jártam utána annyira, igen, talán lehetett volna olcsóbban, de mindegy, erre átküld nekem az eBay-ről fele annyiért csaptelepeket. Hát akkor, de miért nem veszi meg ő? Persze, tudta, hogy hónapjai rossz, lettek volna, érted? Hónapjai arra nyúzott, hogy szépen nem vezetve. Vegye meg ő a csaptelepet az eBay-ről, hát fele ennyiért van csaptelep, érted? Hát most már de mit csináljak vele? A régi jó dolgokhoz, és a régi jó dolgokból nem marad semmi. A Viki tiszteletben tartotta azt, hogy te inkább egy olyan csaptelepet vásárolsz meg egy picit drágában, amire csak 5 év garanciát adnak, ahelyett, hogy azt, amit olcsóban és 10 évvel árul. Így van, nem akart megzavarni téged. Minden nap jönnek 300 forintos hálóingek, meg ilyen 200 forintos kínai bugyik, meg mi esőkabát a gyereknek eBay-ről 200 forintért, látod, mert ő 1000 forint fölött nem rendel, tehát ő nem csak ilyen 200-300 forintos tételeket, de tényleg. Te megszórod erre a hülye csaptelepre a pénzt. De arra nem volt idő, hogy érted, kinézzen egy normális csaptelepet. Én meg kecsölök ilyen szaniterboltba, érted, állok ott két radiátor, meg három izé törölköző szárító mellett, érted, az 50 éves bácsika. Jó, de fekete éves bácsika előtte legalább másfél perc alatt találta meg. Beálltam egy 70 éves bácsika, és mindent végigkérdezett a szilikoncsövekről, meg az állítható zuhanyrózsa fejekről, érted, nekem meg már nyálam folyt, hogy végre hadd vegyek egy csaptelepet. Amit használhatnak a vevők, és elment, és nem vett sem. Végigkérdezte az összes gőzkabint, szaunát, nem tudom mit, mindent megmutatott neki a nő, és semmit nem vett, érted? Álltam azzal a rohadt csaptelepel. De miért nem szóltál neki előtte? Tehát miért kommandozolt, amikor tudod, hogy szóltam, a te mész? Ő küldött el. Érted, milyen sorsa van? Küldenek, csaptelepért küldenek. Hát érted ezt? Szegény férfi. Igen. Aranyműves vagyok. Ön csak neked álló csapot méret? Igen. Eszter vagyok, az XY cég marketing menedzsere. Gyertek be hozzánk a bemutató terembe, és szívesen segítünk. Jó. Hát most? Egy kedves személyes ismerősöm is, Hans Grohe Norbert is írt. Az jó minőség, ugye? Norbi az jó, az Norbi az jó minőség, igen. Nem mindenben, de ebben. Ezeknek hiába beszél az Bali, egyik fülükön be, a másikon csaptelet. Bali, akkor van csapnivaló napod van. Jaj, de jól szórakozunk. Jaj, de viccesek vagyunk. Na majd aztán nehogy aztán itten aztán meg legyen a böjtje majd. Még nem tudom, hogy, de majd valahogy biztos. Csak 19. április meg vagyunk. M0-as Győr felé tartó oldalán 45-ös kilométeren van egy baleset, több kilométeres a dugó. Ez igen, az M1-es felé van, Ati is elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát reméljük, hogy nem komoly már, mint a baleset. Aztán az M1-es 142-es kilométerénél a felüljáró után fotóznak, Nagykanizsa irányába figyeljen mindenki, Sümeg Zalaegerszeg vonalon három helyen mérnek, csak nyugi, ezt CNC-s Csabi küldte nekünk. Van Győr belvárosában trafipax, persze, ha, csaptelep volt mellett, oké. Okay. Az M1-es 87-es kilométerénél szokott helyen a hídról tafiznak, 50 Animal küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, és akkor még angolul jönnek egyébként a megfejtések, hogy mit lehet még mondani, ami esetleg kétértelmű. Ugye elmondod, hogy mogyoró, és akkor utána mondod a buszt és a kígyót, és akkor vagy a busz kígyó mogyoró felállásban tudsz még esetleg angolul jól megszólalni, úgyhogy abban senki ne tudjon beleszólni. Köszönjük szépen. Várunk ugyanilyen elmés megoldásokat. Na, minden oké, okay, jól vagytok? Minden abszolút, hát figyelj, ezek után, hogy te csaptelepet veszel, és háborút indítasz az olcsó, és a drága ugye, hogy a káröröm, ugye, hát hogy a káröröm az egy jó dolog? Persze. Vagy felhozod egyetlen kis a kurta megszólalacskával. Zsül. Felhozod egész országot. Zsül, légy és menjél oda a feleségem gépjehez, és húzd ki a konnektorba. Jó, tényleg megbolondult. Nekem ne küldözgessél ennyi gyönyörű csaptelepeket. Mennyi? Mert miért nem vetted akkor meg, Ali? 158 dollár, de már kábel együtt. Ja, persze! És jó, van benne két malájnő is, akik minden nap a vaginájukkal kényeztetnek. Persze, csúszka masszázsral, persze, kábel együtt 158 dollárért. Hogyne? Aha. Jó, hát a zsűrnek nincs. Te is itt ülsz mellettem, és te is megböksz hátulról a Brutus. Hát komolyan mondom, te is? Hát már mindenki? Ez kínai szar. Ez beszereléssel együtt figyelj, van, ugye? Egyébként gyönyörű. Várjál, nem szól. Mond. Annyira jó, Balázs. De hogy te is tényleg menjél már fenébe. Figyelj, tudod, de figyelj, nincs elveszve semmi. Hát nincs elveszve semmi. Hát figyelj, két hét a várakozás, azt mondtad. Na de várjál, de ha kifizettem utána, még göntetek úgy, hogy nem veszem meg. Igen. A számla meg. Kidobtam a számlát tegnap. Hányszor beszéltünk fogyasztóvédelemben? Hát, igen. Tehát várjál, én megveszek valamit a boltba. Most akkor vizsgáljuk meg tudományos.
pontosan. Igen. De az még nem jött meg. Így van. Akkor nekem, én ezeket nem tudom, mennyi időm van még azt, hogy meggondoltam magam, nincs bajom az áruval, nem is vettem át, csak láttam olcsóbbat, bekecsülök a számlával. Igen, 3 nap. Én azt gondolom, igen? Hogy ott, én az rajta van. Hát beszéltünk már. Indoklás nélkül mondhatod vissza a fogyasztóvédelmi. Tök jó fejlően, nem ma bezárnának, és csak jövő. Tudod, megyek volna zárva, a szabadság miatt zárva. Várjál, nekem itt el van mentve a tudatosvásolapot.hu, akkor neked fúj, megkeresem a... Fúj, te görény vagy! Várjál, azt mondja, neked ugye inkább a tudatlanvásárló.hu-ra kellene föl. Nincs a fogyasztóvédelemtől valaki? Dehogy nincsen. De olyan, akit föl tudunk hívni. De rögtön előkerítek valakit. Csak hát, mondja már el nekünk, hogy ez hogy van. Hogy mi segítünk másokat. 3 nap elvileg? Tehát addig mindenféle magyarázat indoklás meg indoklás nélkül te visszaválthatod, igen. Visszaveszik tőled, és visszakapod a pénzt. Igen, de csak te, tehát nem lehet, hogy a Wikit küldöd el vissza. fotó készült rólam vásárlás közben? Hát lehet, hogy a fogyasztóvédőknél van is bevizsgálásra 2-3 ilyen csaptelep. Egyiket szerintem nyugodtan elküldhetnék. Nem, lehet, hogy térte tesztelésre. Na jó. Na, én végére járok ennek. Jó, tehát járj utána, Anna Lici. Én azt mondom, hogy találtok olcsóban. Járj utána. Meg van mentve a haza. Járj utána. Már reggel csapott papotot hajt. 8 nap az elállás joga ide. 8? Így van. Na. Jó, küldjetek el, jó? Majd ennek utána nézzünk, Anna mindjárt fölhív valakit. Na, viszont egy másik cikk, amit olvastam, és ez is baromi érdekes, és ugyanúgy effektív a sporolásról szól, csak más megközelítésből. Ugyanis kijött egy közvélemény kutatás, pontosabban nem is közvélemény kutatás, hanem felmérés, hogy a magyarok európai átlaghoz képest is sokkal jobban spórolnak önmagukon, leginkább egyébként a saját vagyontárgyaikon. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert maga a felmérés arról szól, hogy nagyon sokaknak van autója, és rengetegen használnak ugye autót Magyarországon, viszont európai átlagban nálunk a legkevesebb a biztosított autók száma, azon belül is a luxus autókat biztosítják a legkevésbé. Ez milyen érdekes, ebbe belegondoltak. Nem arra a kötelező biztosításra gondolok, amit meg kell kötnöd, hanem arra a fajta biztosításra, amit ugye úgy hívnak, hogy kaszkó, és ha viharkár van, ha eső van, ha jég veri szét az autódat, ami ma már bármikor megtörténhet, a magyarok hajlandóak erre a legkevesebbet költeni, azon belül is a top kategóriás autóknál kötik a legkevésbé a biztosítást. Vagyis van egy 20 milliós, 30 milliós autód, írja ez a cikk, ami baromi érdekes, de a tulaj úgy dönt, hogy sajnál rá havi 5000 forintot mondjuk azért, hogy ne verje agyon a jég, vagy essen rá egy fa, vagy... Tehát, hogyha te okozol balesetet, ugye akkor a kötelező, akkor se fizet. Tehát a kötelező az a másnak okozott balesetet fizeti ki. Tehát, ha én hibázom a 30 milliós verdámmal, és annak az eleje összetörik, ami kerül 10 millió forintba, azt nekem ki kell fizetni. Ha van kaszkom, akkor arra fizetnek. Így van, igen, de ha mondjuk csak arra közte kaszkót, hogy viharkár, elemkár, nem tudom, tűzkár, jégkár, akkor azért az jóval olcsóbb, mint ha mondjuk törése is, de hogy azt a pár ezer forintot se kötik meg a magyarok. Hát az 60 ezer forint mondjuk egy évben, 5000-es évvel számolva. Na jó, de ha belegondolsz abba, hogy mondjuk hogy szétverik az autódat, vagy rásik egy fa, vagy mennyibe fog kerülni, akkor azért ez egy brutális mulasztás. Ahhoz képest, hogy mennyit pénzt tudsz vele megsporolni. Mert a magyarok úgy gondolkodnak, hogy biztos belém nem csap a ménkű, miközben egyre súlyosabbak a viharkárok, egyre nagyobb ugye a jég, az eső és minden, de közben nem költünk erre. Európa más országaiban sokkal jobban. Még nálunk szegényebb országokban. Most nem akarok ilyen demagóg színezetet adni a dolognak, de azok, akik szerintem, akik kinkeserősen dolgoztak meg a kis autókájukért, azok tényleg mindent megtesznek azért, hogy olyan állapotban is maradjon, hogy óvják tényleg széltől, víztől, fagytól, jégtől, mindentől, és ők meg is kötik a kocsira a biztosítást, mert nem akarnak rosszul járni. Aztán ezek az emberek, akiknek meg úgy ez a kicsit ez a könnyen jött, könnyen megy hozzáállás jellemző őket, meg úgy tűnik, hogy marhára nem. Pedig azért, most gondold el, hogy 20-30 milliós autó, vagy még drágább, és annak gyakorlatilag bármiféle problémája lesz. Az milliós tételezésre. Így van, azonnal van valami. Most még az lehet, hogy ő egyébként abból rakta össze a 30 milliót, hogy eddig nem fizetett kaszkót a 2 millió Suzuki-jára. És akkor meg úgy van, hogy de meg lehet csinálni. Most nézzük meg magunkat. Gyorsan végezzünk ki az üleménykutatást. Ugye a magyarok 90%-a a vagyontárgyai között az elsőként mondja a saját autóját. Mégis spórolunk rajta. Ez tényleg fura. Kinek van, tessék? Autója? Vagy kaszkója? Kaszkó, de olyan kaszkó, most nem arra gondolom, mert az valóban nagy tétel, amikor te törésre is kötsz, mert az 20-30 ezer lehet egy komolyabb autónál, azt már lehet az ember megsporolja. Arra gondolok, hogy mondjuk viharkár, vagy jég, vagy varásik,
mert az mondjuk nem akkora, mint amikor a törést is beleveszed. Neked van-e valami? Kérlek szépen, nincs. Semmi? Semmi. Nem mondd már. Nincs oldtimert, oldtimert már nem biztosítanak azért? De őt azt biztosítják, csak ez még nem az, de 17 éves az én autóm. Lassan ott vagy. És lassan ott már csak 13 évet kell várni, és nincs biztosítás. Aha. Vagy mi valamit nem kell elfizetni. Akkor is azt hiszem, hogy ezt kérni kell. Így van, meg kell, meg OTS rendszer, meg egy csomó bonyolult a dolog. Mert hogy nekem mi van akkor, hogyha ráesik a fák? Hát varunk rá egy új tetőt, érted anyával. Én így vagyok vele, mert a vászon tető, hát most megcsinál és kész. De neked nincs kaszkó. Te semmi? Semmi ilyesmi, ha jégeső van. Meg az én autó, tehát egyszer volt jégeső Velencén, és az összes új autó az belukat, de az öreg gép beluga? Jármű... Volt benne beluga? Ne, belukat. Tudod, hogy hát így akkor eső volt, hogy volt benne beluga. Az is és később eladtuk. Csak a csigák petésztek. Behorgatt az összes autó, és bezzeg a jó minőségű, régi anyagból készült autó meg se látszott a jég. Nálatok? Mi van? Spóroltok? Spúr vagy? Szerinted? Ne, hát mi ezzel nem spórolunk. Tehát, hogy... Ez meglepő, hogy miért nem spórol? Telepeken. Tényleg nektek van biztosítás, hogy csak telepe? Biztos van. Hát csak lehet. Csak az van bebiztosítva. Be van riasztva a csaptelep. Tehát bemész a lakásba, és közel is a csaptelep, ez megszólal néz. Infrás riasztóval a csaptelepre felszerelve. Na, komolyra folytatom. Na, mi van? Te most ebbe izé vagy, stréber vagy? Hát mi minden ilyenbe. Tehát, hogy én most őszinte leszek, biztos, hogy vannak, akik hülyének tartanak, vagy nem tudom mi, meg hogy sem értem, meg hogy csak a biztosítókat hízlaljuk vele, de ne, mi mindenre. Mi mindenre. És az autóra is. Tűzkár, vízkár, minden? Minden, teljét totál fullos. Tehát a lehető. Hú, ez annyira uncsi, nem? De most... Hát, de volt már ilyened? Mióta van autótok? Nem, csak a biztosítás pont akkor fáj, amikor szükség lehetne. Tehát a biztosítás, amikor hiány, akkor fáj, amikor nincs. Jó, értem. Hány éve van autótok? 20. Hú, körülbelül igen. Na, tessék, havi 5000 forintot kifizetsz az Oszkára, a Tűzkára, a Vízkára, mit tudom én mire, számold meg, hogy ez mennyi pénz. Na jó, de most kérek elnézést, mert hogy hívják, a feleségem jól vezet. De és még soha semmi problémánk nem volt. Most nem a vezetés, hanem ha ráesik a jég és az akármicsoda, egy teljes új autó árát csak fizetted azért nem fogjuk ki. Kint hagyni a jég esőben az autót, hogy fizessen a kaszkó. De érted, ugye? Hogy egy teljes új autó árát kifizette a 20 év alatt a Jani. Tehát lehetne egy új, nem tudom, egy új Ladát, vagy egy új Suzuki-t, vagy egy új akármit. De János jól csinálja ezt. Én is tök felelőtlenül nyomom. Neked van? Nekem semmim nincs. Ne. Nem, semmi. Ne mondd már. Te nincs, csak kötelező. Hát mondjuk annyit áll szervizbe a kocsis, ott közben nem, ez már nem az. Ez már a másik. Ez már új. Nem, hát azokból a régi dolgokból ő már tanult, és ezért vett az újból hármat. Nem, semmi. Egy 8 éves autóval járok. Most megint mit cinkeltek engem? Ez egy új Maseratival járnék, vagy nem tudom. Az egy történet tanultál belőle, és jól is döntöttél az újnál. 2008-as vagy 9-es autóval járok. De csak kötelező van rajta nekem is. Igazából nincs. Az hiba. Mert viszont ez tényleg most a óvoni védeni kellene. Hát a másikat az ugye nem lehet elege. Jó, de szerintem a 30 milliós az úgy gondolkodik, és azért jött ki ez az eredmény Magyarországon, mert a 30 milliós azt mondja, hogy én úgyis garázsban állok. Nem a szépföldjén a fa alatt, nem? Tehát neki effektíve nem lesz majd viharkária. És ha elmegy egy étterembe, lerakja az utcán, azért ez az nem... Az igaz, nem tudsz, hogy erre állni. Igen, hát, nem tudsz mindig garázsba állni. Igen. Azért én láttam, tehát vannak parkoló autók, Porsche-k, meg mit tényleg Budapesten, tehát nem mondjuk, hogy ő mindig garázsba áll. Hát este ott áll, ez igaz, de egyébként meg nem. Ne, ez eltebb célszerű, tényleg, hát nagyon praktikus. Lehet, de tényleg sajnálja róla. Mikor van rá szükség. Volt egy ilyen felmérés is például, hogy a luxus autósok nem mind vesznek téli gumit. Mert mondjuk, azt is olvastam, emlékszem? Igen, azt is emlékszem? Olvastam, hogy nem veszik meg. Mondjuk igen. A 30 millió forintos autóra egy téli gumi szett, az biztos nagyon drága, tehát 800 ezer vagy 1 millió forint tuti. És ott azért összetettebb is egy picit a probléma, mert az nem csak arról szól, hogy az autót védem, a saját magamat is így védem azzal, hogy téli gumit veszek mínusz 7 fok alatt. Illetve plusz 7 fok. Így van, meg a másik autóst is véded, meg a gyalogost, hogy azt se lesznek például. Tehát téli gumira is sajnálja a pénzt. Meg a biztosításra is. Na, mindjárt megkérdezünk, meg közben becsörgött, most látom, hogy itt van valaki a vonalban, ami drága Petting, ezer éve nem beszéltünk. Peti, hello, jó reggelt, Német Peti, szia, ciao. Hello, Peti. Hello, becsörögtél, hello. Minket hallgasz, de drága vagy. Ciao, hello, jó reggel. Csak telep vagy kaszkönyvbe. Van eladó, hogy csak telep. Figyelj. Én mindent úgy tudom, hogy lakásbiztosás, hogy autóbiztosás. Figyelj. Ez a cikk, ami kérdez, azért van, mert spúrok a magyarok, és nem költenek, vagy nem elég, nem figyelnek oda arra. Ráadásul a luxusautósok közül jött ki ugye a legrosszabb átlag, ami a cikkből kiderült. Ezt nyilván ti is olvastátok.
Igen, igen, sőt, azt gondolom, ez a felmérést azt hívta ítéletre, hogy most idén egy olyan nyáron vagyunk túl, hogy messze a legtöbb viharkár okozta kár történt az autókban, tehát majdnem 1 milliárd forint fölött ezt az ilyen kifizetés is körülbelül is hatszorunk, de biztos vagyok benne, és az azért lényegesen több, mint eddig volt. Milliárdos kár az autóknál? Hát igen, összességében, hogy a vihar egy milliárdos károkat okozott, és abból most a legtöbb az autó. Így pontos az egész. Tehát nagyon-nagyon sok autóban okozott kár történik. Mostanában neki vágja a kukát, neki fújja a rádől fa, leesnek cserepek. Ezek eddig is voltak, de most ugye sokkal több az ilyen nagyon szélsőséges időjárási jelenség, meg vihar, olyan fogalmakat tanulunk már, mint a szupercella, meg nem tudom ilyeneket, eddig én még csak filmekben hallottam, de most már minden napos az ilyen meteorológus stúdiókból. A szupercellát még legtöbbször mostában Galambos Lajos említi. És ami megütött, az a luxusautós dolga, mint mondtatok, hát a luxusautósok azért úgy vannak ezzel, hogy ők szerintem inkább egyszerűen nem gondolkodnak ebben, de azért, ha beüt a baj, azért tudnék sztorikat mesélni, azért megy ám ott a kapkodás, meg a jajveszékelés, akár egy ilyen kicsi üvegkár miatt, és úgyhogy azért nem úgy van, hogy ők fogják, aztán kifizetik, aztán jobban nem érdekes, hanem egyszerűen nem gondolnak rá, és amikor viszont baj van, akkor szeretnék ők is nagyon olcsón meg. De mi az oka annak, hogy kijött az a kutatás, hogy Európában leginkább a magyarok nem kötnek, és azon belül is azok, akiknek 20-30 milliós autójuk van, sajnálják, hogy a havi 5000 forintot. Tehát ez azt jelenti, hogy az felelőtlenek, vagy akinek több pénze van, az egyszerűen spúra, vagy hogy kell ezt elkezdeni? Él a magyarokban a kaszkorul egy ilyen tudat, és azért vagyunk ennyire így a reflektorfényben, mert az Európában viszont vezetjük a lakásbiztosítási adatokat, a legtöbb lakásra itt van biztosítás. Itt van a legtöbb betörés, persze. Igen. Egységes egy okokozati összefüggés. Igen. Valószínűleg itt a finanszírozottsági hányás, stb. Minden belép, de ugye itt viszont tényleg utolsó helyen jöttünk ki a kaszkóban, tehát valami 30% alatti, 20-valahány százalék lett, úgy láttam ez a hogy mennyit költünk kaszkó biztosítása, ugyanakkor viszont szerintem magasan vagyunk azok, akik mennyit költenek autóra, ahhoz képest, hogy mit engedhetnek meg maguknak. Tehát én magyar az jellemző, hogy kicsit mindig fölfelé vásárol autót, mint amit kényelmesen megtehetne, vagy megengedhetne magának. És egyszerűen a kaszkóról él egy ilyen tudata az emberek fejében, hogy borzasztóan drága, több százezer forint, és úgysem fizet a biztosító. Tehát egyszerűen felelőtlenség, hanyagság van. Mert a spúrság is valamennyire benne van, de leginkább ez a hanyag hozzáállás, amiatt nem köt kaszkot. És amiről beszéltetek, se a drága autósok, se az olcsó autósok. Tehát a drága, akinek drága az autónak, sokba fog kerülni a javítás, akinek meg olcsó az autó, vagy régebbi az autónak, meg sokat fog jelenteni az összeg. Te mennyit fizetsz havonta, Jani, tudod? Bocsánat, bocs, Peti, mennyi? Fogalmam sincs. Nem tudod? Nem tudom. Nem, majd Móni mindjárt megírja. Ja. Hát igen, tehát tud ez akkor összeg is lenni, hogy nem is emlékszünk pontosan rá, hogy mennyi. Tehát tényleg nem olyan sok már. Nagyon intenzív a verseny a biztosítók között ezen a téren, úgyhogy tényleg érdemes ránézni és megnézni, hogy milyen később. Amit aztán Feri mondott, hogy 20 évig fizeted, és akkor kijössz, hát ez már egyébként egy felelős gondolkodás lehet, mert akkor legalább már tudnám, hogy mennyibe kell évet, és ki tudom számolni. Lehet olyan gazdasági döntés. És mi baj van a Feri 17 éves autójával? Hát, miért nem kötök rá kaszkót? miért külditek el szerencsétlen? Nem az enyém szokott szerűbb igazából, hogy 14-15 év körül van, 10 és 15 év között mozog ez a korhatár, ami fölött kötnek kaszkót biztosítók, de szerintem azért a fölött már lehet, hogy nem is érné meg. Tehát tanácsoltam én már embernek azt, hogy ne kössön kaszkó biztosítást, mert olyan az autó értéke, hogy teljesen fölösleges, hiszen ugye nem fogják egy 15 éves autót, nem fognak vadonatúj alkatrészekkel felszerelni a biztosítók, ha összetörik, tehát az avultatás majdnem, hogy el fogja vinni. Igen, de azért azt nézed, egy kaszkó van, amikor mit tudom én, ilyen 20 ezer forint mondjuk havonta, és akkor negyed évente 50-60 ezer, szóval azért az egy évre, és egy átlagos autóról beszélek, tehát nem arról, hogy mit tudom én, egy 30 milliós autóról, hanem egy 5-6-7 millió forintos autóra, és kijöhet akár mondjuk egy havi 15-20 ezeres kaszkó, az 3 havonta azért az 60 ezer forint, hát ez 2-300 ezer forint évente, azért az nem kevés. Ma már azt mondom neked, hogy ez nagyon szélsőséges esetben lenne igaz. Tehát mondok egy példát, 18 éves sofőr első autója, akkor persze, és a belvárosban lakik, és egy jó drága, még egy magasabb, ha nem is az ára, de mondjuk a motor kapacitás, hogy egy magasabb lóerős, vagy erősebb autóra van szó, szóval akkor jönnek ki ilyen árak. Egyébként egy ilyen átlagos 5-6 milliós autó azért évi 50-60 ezer forint körül fog kijönni teljes körű kaszkóval, amiben tényleg nem csak az van, mert csak lopás, vagy csak vihar, vagy minden. Havi 5000 forint. Hát ez igen, havi 5-6 ezer forint. Nagyon jól tűnik, mert az emberekben nem ez él a kaszkóról. Az emberekben az él a kaszkóról, hogy hát ilyen 20, 30, 40, 60, 40 éven. Már elimélben létszik.
Ez a havi 5000, ez valóban kecsegtető, de várj, ebben az van, hogy viharkán, mondjuk azt, hogy én félek attól, hogy rám esik valami, vagy ebben benne van az, és a hülyeséget csinálok, és az autó törik. Hát minden, igen, így tehát van, ez a teljes protokoll, de lényeg, hogy az én hülyeségemet fizeti ki, kivéve, hogyha nyilván, hogyha drogos vagy alkoholos befolyásoltsággal tud be valaki az autóba, vagy még szándékosan okoz kár, tehát itt azért ezt nem, de egyébként a rosszul vezetek, folyton összetöröm, megcsúszok a jéget, ezek mind az ilyesmi, és igen, jön a viharkár, ha ott felejtettem, vagy ott hagytam a közvére, vagy egyébként hogy ez a tipikus Tesco kár, amikor nekitolják a bevásárlókocsit az autónak, aztán úgy hagyják, ott hagyják, azért az is nagyon bosszantó tud lenni, amikor úgy mész vissza, hogy megvan húzva az autó, be van karcolva, aztán valaki ott hagyta, hogy... Feri, akkor megvan, mit csinálj, köszönj egy kaskót, én ellopom neked, te felveszed a lovét, és eladni már úgyse tudod, és akkor megvagyunk, nem? Vagy nem? Van ilyen iparág egyébként. Ezt nem tudom eladni, sorba állok érte. Igen, hát csak a segítek, kényszeresen elviszem egy pótkulcsal, majd visszaadom a pótkulcsot, valahol lerakom, és akkor te lekasztolod. Mi van, kell a pénz a csaptelepre? Valahogy ebből vissza kell jönnöm egy kicsit. Azt mondod, hogy nem kötnek rá biztosítást. Tehát Petit ezer éve ismerjük, csak össze tudjuk. Valamit, igen. Persze, valamit összeszögelünk utólag is. Pont ez egyébként az, amikor az ilyen drágább autókat lopnak, vagy törnek, hogy akkor, akkor nagyon szeretnék megoldani ezek a tehetősebb emberek a helyzetet biztosításra, és akkor ugye jönnek ilyen hasonló ötletek, mint amiket most itt elmondtad, de hát ezt nyilván nem lehet kivitelezni, és nem lehet utólag már biztosítást kötni. És a másik része ennek, hogy most 20 év múlva történik akár, igen, vagy egy hónap múlva, vagy most, hogy kihajtni. Tehát ez, amit nem lehet tudni előre, a biztosítási szakma tele van ilyen sztorikkal, hogy hány éven keresztül megérte, hogy én nem kötöttem biztos társaságot, és a puf. Tehát azért az ördög tényleg nem alszik, és ezt nehéz előre megsatszolni, hogy körülbelül mikor fog olyan károm történni. Meg kell nézni szerintem az árakat, ezt tanácsolom nekik, és utána lehet ilyen felelős döntést hozni, hogy fizessek a kaszkóért, vagy amikor tényleg tudja az ember, hogy mennyibe kell. Barcemesen voltál már, Peti, mert a jövő héten lesz egy játék, csak úgy mondom, hogy mi van te, rohadék? Nem kapsz olcsóbb kaszkót, nincs ilyen. Nagyon régóta tervezem. Te nyal le, fú! Egy a barcemesen elfogtak már? Igen, jövő, nevezhetnél elváltoztatott hanggal esetleg, és ki tudunk ültetni Barcelonába, hogy na jó, a cipőnél esetre meglepő volt, jó, hogy becsörögtél, jó, hogy beszéltünk, mert meglepő, hogy itt tényleg 20-30 ülős autókkal rohangálnak az emberek, de közben meg majdnem 1 milliárd az a kár, amit autókra is elköltetnek, vagy hát az autóban okozott kár, és közben meg az emberek nem kötik meg. Jó, hogy ezt tudják, hogy akkor körbe kell nézni, mert nem biztos, hogy mindenképpen. Jani körbe úgy kezdi, de hát erre azért nincs mindenkinek ideje, hogy ő tavasszal elkezdi nézni a téli gumigarnitúrákat, hogy hol a legolcsóbb. Embernek nincs erre ennyi ideje, hogy megtalálja a jót. Tehát János persze, hogy megtalálja a legolcsóbbat, de másfél-két év mire megköt egy kaszkót. Igen, sok kávé, és kicsi lefekvés. Tehát ő februárban nézi a következő szezon téli gumiait, úgyhogy úgy azért könnyen. A téli gumik körül is megy egy hatalmas hajszó, hogy hol tudják tényleg pár ezer forinttal is olcsóban megvenni a gumikat, hogy ezért nem szoktam néha érteni, hogy és a kollégám ezt a kaszkót, akkor miért nézitek meg, hogy valóban mennyibe kerül, tényleg megéri-e vagy sem. Na, minden ilyen biztonsági dologra azért költek váltózárakat, látok már mindenféle autókban, meg ugye régen mindenki lepattintott a rádió előtt, és zsebbe hurcolta. Én biztosító cég lennék, én a Janit alkalmaznám arcnak, az biztos. Különböző, tényleg, komolyan mondom, hogy Jani a legnagyobb. Törjetek zúzatot. A Barca meccs után meg fogunk kérdezni, Jani, köszönöm utána, hogy... Ja, tényleg igen. Hát egymás mellett fogunk ülni, úgyhogy tudom. Ne látom meg, de... Peti, köszi, hogy beszéltünk, vigyázzunk oda. Nagyon köszi, én is. Köszi, ciao. Hello. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy a háztartásban ki az, aki úgy spórol valamin, hogy a halálba idegesít benneteket, jó? A legnagyobb spórolókat keressük, de az értelmetlen spórolókat, tehát ne azt, aki most tényleg megnézi az olcsó bársanyizet meg a tejet, mert sokan élnek így, és ez szerintem semmi baj, hogy az ember tudatosan vásárol és keresi az olcsóbb dolgokat, és a sok 20-30 forintból összegyűjt 2-3 ezer forintot, ezzel abszolút semmi baj nincs. Azt írjátok meg nekünk, ha van a családon belül valaki, aki értelmetlenül megmagyarázhatatlanul 2 forintért képes még 4 kilométert átsétálni, és a legértelmetlenebb dolgokon is úgy spórol, hogy annak tulajdonképpen nincs valódi anyagi előnye. Mónika, tudod a számom? Írjál nyugodtan. Jó, kell neki ilyen megmondani nektek, na például. Tehát a legértelmetlenebb spórolni. Én azt csinálom, hogy a papírtörlőt nem, hanem félbehajtom és elvágom ollóval, mert a macskának a táját nem szeretem egy egész papírtörlővel kitörölgetni, mert szerintem az pazarlás. Úristen, most elmegyek hányni. Jézus Isten, én hazamegyek, gyerekek, én nem, komolyan, én komolyan. Félbehajtom, elvágom. És gyakorlatilag egy adagnyi papírtörlővel,
kétszer tudom kitörölni a macska tárját. Úristen. Ezért mondta, hogy a budit lehúzott, nem gitteltek hárman. Jó? Tehát nem várjátok meg, amíg jön a harmadik, és akkor apácska, apácska. Nap végén. Apácska, apácska. Gitteltél már? Nem, akkor még nem húzom le. Apácska, apácska. Csúszik ki a kulácska. Ja. Mondta, hogy az öblítés. Addig nincs baj, még nem az öblítésen sporoltok. Na, drága, tehát értelmetlen spórolás, ezt írjátok meg nekünk. Jó, tényleg derítsük, hogy igaz ez a cikk, hogy a magyar azért tud értelmetlen spórolni olyan dolgokon, aminek semmi értelme, biztos van a családban ilyen. Aki úgy húzza meg a nadrág szíjat, hogy közben azért az tényleg szinte már fölösleges. Jó, várjuk a nagy spórolókat, a róluk szóló SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Itt vagyunk, kicsit furán, de itt vagyunk. 3:49 múlt pontosan egy perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagy spórolásokról beszélgetünk, mert hogy spórolós a magyar, kiderült. És nem csak az spórol, akinek kevés pénze van, hanem az, akinek sok. Mert hogy nálunk nagyon sok autó összetörik, arról beszéltünk, ugye, viszont európai átlagban is a legkevesebb a kaszkokötés nálunk, se a szegényebbek, sőt nem, azok, akiknek nincs drága autójuk, azok jóval többet költenek, mint a gazdagabbak, akik viszont 20-30 milliós autóra nem költenek, európai átlagban is alul maradunk egyébként. És arról beszélgetünk, hogy kinek a családjában van értelmetlen spóroló, de nem úgy, hogy tényleg megpróbál néhány forintot bentartani a háztartásban, mert az a semmi baj nincs, hanem amikor tényleg lehetetlen dolgokat csinál, vagy lehetetlen helyekre megy el, csak azért, hogy hát, hogy 3-4-5 forintot próbáljon magának spórolni. Jött egy-két érdekes SMS. Van egy hallgatónk, akinek az ismerőse azt csinálja, hogy megfőzi a levest, és utána a leves zöldséget összetekeri cérnával, majd miután megfőtt a zöldség, akkor kiveszi a levest, letekeri a cérnát, és elrakja a zöldséget, hogy az még jó lesz valamire. Tök okos. De ezzel mi a baj? Ez nekem tökre szimpatikus. Feri? Hát megeszed el a zöldség. A maximum, igen, de utána meg már nincs is annyira íze. Kiveszed a megfőtt sárgarépet, és elteszed. A zöldség. Egy tasakos íz mellé, érted, egy kis vegetával. Jézusom. Vannak tuki SMS-ek is. Nagyanyám képes volt egész évben hús helyett csirkelábat farrát tenni, hogy apámnak aranykarkötőt versen, de legalább az cuki, tehát ez nem értelmetlen, amit persze soha nem vett fel azóta. Ja. Így már, igen. Tibi küldte nekünk. Van egy nagyon durva, nagypapám a spúrbajnok, hűtőnyitás 3 másodperc lehet, ott áll és visszaszámol. Tévénézés 7-től 8-ig tart, a villanyt addig kapcsolja fel, míg a keresett tárgyat meg nem látja, utána lekapcsolja. WC lehúzás után elzárja. Jaj, de ez tetszik. Ez viszont nagyon jó tetszik. Jó. Bemész a gyerekszobába, Benim, egy percet van, körbenézi. Hol van? Meg van, ott van. És már sötétben megy oda. Igen, és már sötétben. Jó? Megérezted? Jó, oké. Okay. 6 lépés. Leutom. Azt tudjátok egyébként, hogy egy sötét szobában felkapcsolod a lámpát, akkor te lekapcsolod, akkor pár másodpercig még az agyad emlékszik arra, hogy mi hol van, és nem mész neki semminek? Aha. Na, akkor ezt próbáljátok ki ma este. Jó. Aha, próbáljuk itt bennem. Nem. Bementek egy tök sötét szobába. 5-6 percig is emlékszem rá, hogy mi merre van. De előtte azért dobálj szét egy pár dolgot, így vakrepülésnek. Bemész egy sötét szobába. Igen. Felkapcsolod a lámpát, lekapcsolod, tök sötét lesz egy pillanaton belül, de az agyad még néhány másodpercig őrzi azt a képet, amit láttál, és el tudsz jutni A-ból B-be úgy, hogy semminek nem mész neki, mert minden pontosan tudsz, hogy hol van. De hiszen ott élek, hát hogy ne tudnám? Vagy egy bármilyen szobában meg tudom ezt csinálni? Menj át egy másik lakásba, aha, és mondják, hogy bali kísérletét akarod most végrehajtani. Lopjál mindent, amit tudsz, tárcát, aranyórát, ékszert, fuchsot, és maragdot, mindent figyél el. Emlékszik az agyad pár másodpercig, tök érdekes, de jó. Átmegyek hozzátok. Gyere. Átmegyek hozzátok. Bemegyek a hálószobátokba, felotom, leotom, aztán... Te laptop? Jaj, bocs, Viki. Jaj, mindig te vagy? Ja, igen, oké. Arra tűztem a párnát. Jó, ez a feneket. Most egy picit fordítalak, jó? Nem baj? Aposom szerint, ha csepegteti a vizet, akkor nem megy a vízóra, így már délben elkezdi a fürdőkádba csepegtetni a vizet az esti fürdéshez. Hát... Na, ezt nem hallottam még. De ez hideg víz lesz. Nagyon jó. Majd este a gázon forra a vizet, amit becipel a fürdőszobába, hogy meleg is legyen a víz. Atya úristen. Ha csepegteted, nem folyik a vízóra. Vízóra. Te okos. Hát, ha igaz lesz, én már látom, hogy... Én már látom, hogy mi lesz nálatok. Én már látom, hogy ez... Mostantól kezdve így fürödtek. Ismerősöm a WC papírral spórol.
Igen, ez, talán ez már múlt kamerában volt. Kis dolog, egy kocka, nagy dolog, két kocka. Hasmen is három kocka, de azt láttam mozni kell. Láttam mozni. Azt nem kell mutatni, jó. Anyám átnézi az akciós újságokat, felírja, mihol olcsóbb, autóba ül, elmegy a boltba vásárolni. Kocsiba be, szembe lévő boltba, majd kocsival az 500 méterre lévőbe, majd kocsival a szomszédboltba. Az nagy spórolás egyébként, ha közben elmész egy tank benzin. Nagymama majd gyufán szokott spórolni. Ahogy eléget egyet, félreteszi, hogy az jó lesz még máskor. Tök okos. Van egy kis pohar, ami tele van elég egy gyufaszálakkal. Az anyámnál is van. Miért is, aki visszateszi? Hát miért? Ki az, aki... Tehát ugye ott vannak a régi típusú gáztűzhelyek. Hát ott nyilván úgy gyűjtöd meg, hogyha már az egyik rózsa meg van gyújtva. Igen, akkor arról gyűjtöd a másikat. Arról gyűjtöd meg a másikat. Hogy ne fogjon el egy szál gyufa. Így van. Jézus, Atya Úristen János. Ja, tudom én a takarékosságot. Ja, értem én. Nagyon durva vagy. Tehát te visszarakod a használt gyufát azért, hogy... Nem, mert most már olyan tűzhelyünk van, ami van ilyen szikráztató. De ha például áramszünet. Nem rakom vissza, de ha például, szóval visszarakod, kis proli visszarakod. Karancson így csináltuk, hát most érted, én ezt szoktam meg, ezt tanultam, így nevelkedtem, így nőttem nagyra. Kis progyok. De miért? Hát van egy csomó ilyen kidobott. Például ilyen cirkonk van, és nem folyik rögtön meleg víz a csapból, amikor megnyitjuk. De mit ez aláfekszel is szól, csak hogy ne menjünk el. 10 liter! Jöjj már a meleg víz, szívfölbegyem, de már nagyon nem bírod, vagy mit csinál? Nem, egy pillepalackokba szoktuk kifolyatni, és abból locsolunk. Jézus Isten! Nem, ez nagyon beteg. Hát nem fogok a hideg vizet folyatni, igen, amíg meleg víz, nem lesz értelmetlenül. Pillepalackokban folyik. Mindig ha meleg vízbe akarsz kezed mosni, akkor rohansz egy pillepalackkal, fogod a pillepalackot, alárakod. Tessék? Hát nem akarok meleg vízbe kezed mosni. Akkor mit tudom én, akkor kell egy pohár meleg vízük. Mindig ott állsz egy ilyen nagy pillepalackkal, és akkor azt ott fogod és töltöd a pillepalackot. Tulajdonképpen igen. Jézus Atya Úr! És aztán abból locsoljuk a cserepes virágokat. Meg a kaspókat. Atya úristen, ez beteg. Nem fogom megcsinálni, de tulajdonképpen igaza van, mert mire a cirkós izéből kijön a meleg víz, addig elfolyt 5-10 liter. De nem ászott egy demizsonnal a hónod alatt, hogy most akkor azt föltöltsed. Szóval érted, azért ritkán állnak az emberek egy hordóval a hónuk alatt. Figyelj, hogy ez a cirkó van benne. Én egyébként nem rakadtam volna be, például ezért. Mert gazdaságtalannak tartom, amíg felmelegszik a meleg víz. Hát ezt így oldottuk. Van egy ilyen automatika már egyébként, amit ha beállítasz, akkor egy program kapcsolóval be lehet állítani az automatikát, amit ráteszel a cirkóra, és maga az automatika beszabályozza neked, hogy fűtött víz kerüljön a csőbe. Tehát nem kell folyatnod folyamatosan. Ez az, amit 3 hetente szereltetsz? Nem. Ezt most mondták el nekem is, hogy van egy ilyen automatika, amit fölraksz, és beírod, hogy mikor legyen meleg a víz a csőbe, és akkor nem kell 600, nem tudom, köbméter vizet elfolyatnod, mert folyamatosan melegíti. Remélem a gázszerelőnk ezt most hallotta. És megkeres egy jó ajánlattal. Vagy valaki fölajánl neki egy ilyet. Mert én is már rohadtul ulom a pillepalackozásra. Azért megmondom, hogy pipiskedsz egy ilyen kis pillepalackkal, mint kézmosás előtt. Megszoktuk. Atya úristen. Na, azt mondja, hogy... A férjem úgy sporolt, fürdés előtt nem használ WC-papírt, mert a víz úgy is leviszi. Ezt Mónika küldte nekünk. Köszönjük szépen. Már hogy akkor nem használ hát papírt. Hát fölkuporodik, megcsinálja és elmegy tusolni. Fölkuporodik. Rákuporodik a fajoncra. Volt egy anyagbeszerzőnk, egyszer azt mondta, Bakker, egész nap mentem, de találtam végre egy hét, ahol 4 forinttal olcsóbb a válfa. Mondta, hogy mennyit vettél, Laci? Mondta, hogy 100 darabot. Neki 400 forintot spóroltál, de elautóztál egy tankbenzint. Így hallgatunk. Hát ez is szép, igen. Senki nem akar adásba kerülni, azért nem tudunk beadni hallgatót, nem mindenki. Mindenki nagyon durván nem meri felvállalni, hogy mennyire spórol. Csak én vállalom fel magam? El egyetek már nyulak. Gyertek velem! Extrém spórolók volt egy ismerősöm, aki a mosogatógépbe tette be a lazányét, hogy amíg mos, addig a hőtől megsüljön benne a kaja. Ja, van ez az előre csomagolt nylon zacskós borítás, elméletileg meg lehet csinálni. Ne! De van ez a félkész új perspektíva termék. A spórolásba. Figyelek, bocs. Félkész termék, van zöldség és húsos, be van nylon zacskóz, még egy alufóliával, vagy egy ilyen izével, folpakkal körbetekered, berakod a mosógépbe, hát nyilván 90 fokos mosás, vagy valami ilyen kell hozzá. Nem a mosogatógépbe?
Vagy mosogatóban? Ő mosogatógépet, hát ott is nagyon meleg van. Az igen. is jó. Igen. Új, és az előre csomagolt lazánya, na ne várj. Abba az megsül. Előre csomagolt lazánya megsül a mosogatógépbe, és egyszerre mosol és főzöl. Aha. Na menjetek, hagyjatok tényleg békén, komolyan mondom. Nem ez. Én nem veszek előre gyártott lazányét, de... De Janinak csillog a szeme. Hát, hogyha belegondolunk, akkor ez egy klasszikus defrost funkció. Defrost. 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 Nekem ez tetszik. Imádom a lőrinci jobbálom. Imádom a lőrinci angolodat. Egy defrost. Mondd, Anna. Mondd, hogy így csinálod a lazányét. Nem, de aj, de hogy iszonyat. Nem, hanem van egy ismerősöm, aki, hát... Aki a férjed? Nem vagyunk ilyen spúrok, bocsánat, de nem. Hanem néni, aki gázáltalányt fizet, és a vasalót, az elektromos vasalót a gázon megmelegíti a vasplatót, arra ráteszi, és úgy vasal, hiszen meg gáz általány van, de így nem pörgeti az órát. Ez jó tesz a teflonnak. Neki még lehet, hogy ez a sárgaréz. Nem, én láttam a vasalót, nem sárgaréz, rendes villanyvasaló, nem gőzölős, de a hagyományos, aha. és melegíti a vasplaton, és megkérdeztem, hogy miért csinálja. Hát azt nem pörgeti az órát. Ja. Ugyanúgy megmelegszik a vasaló. Van ideje, mindig visszateszi, megmelegszik, újra vasal. Hát gáz általány van, hát azt mondja, na, de a gáz általány az év végén nem fizetett ki a túlfogyasztás? Nem az, hogy a általányod van? Nem, én nem használja a gáz, mert néni, aki alig főz. Ja, értem. Azt a havi általányt be kell fizetni. Hát akkor használjuk ki, és ezzel melegítja a vasalót. Az a baj, hogy ez egy jobb minőségű vasalónak nem tesz jót, de Anna, hogy a mosogatógépest. Janinak is sajnáltam azt a sok jó meleget, ami elmegy a végén. Úgyhogy semmibe. Van olyan, hogy fáztok a lakásba, beindítjátok a mosogatógépet, a végén kintjátok és körbeülitek? Csináltok ilyet? Párás arccal ültek a mosogatógép előtt, és azt mondod, virág, tarts ki, már nem sokáig fogsz fázni. Jaj, de lila a szád, kincsem, gyere, de gyorsan azt lopom. Tudd be a fejed, ez a lukon. Azért rengünk egy hallgató. Gyerekek, ne írjatok SMS-t, elég jön egy napját meghallgatni. Egyébként tényleg így van, igen. A nagyanyám a temetőből hordta vizet, mindig így főzött, mosott, de nem a fürdőkádba. Színes tévés, a mosógép és a padláson figyel, mert sokat fogyaszt. Jó a fekete-fehér tévé, az kevesebbet teszi. Ne már! Soha nem kínált meg egy pohár vízzel sem. Egy 40 éves fekete-fehér tévé, tudod, mikor eszik kevesebbet, mint egy új színes? Mert a színek több energiát fogyasztanak. Szerinted a Janéknél mennyit színes tévé? Kis fekete-fehér Junosztot ül körbe a család hétvég. Állítgatja az antennát, hogy nem jön a jel. Ez meg szobabicaj, tudod, mikor áramfejlesztő, az nem szobabringa Janéknál. Hát, ül rajta a Mónika is. Budipapírt is szereteled, vagy ezt meg, tehát a forrasztásnál vágott ketté? Nem, azt úgy csináljuk, hogy megnézem törlés után, és ha nem kap ki, akkor újra használjuk. Tehát van egy tiszta vödör, meg egy koszos vödör. És ha tiszta vödörből, akkor onnan még ki lehet emelni. Nem. Na, szóval. Szóval de. A higiénia mindenek felett. Igen, ott azért néha pazarolok egy kicsit, megmondom őszintén. Igen? Persze, inkább az, mint a fékcsíkos alsó. Kitakarítod a reaktor rendesen? Hát, a kemencét? Honnan enni lehet, egyszer próbáltam. Tiszta a búbos kemencét? Na jó, menjünk el, lapozunk szerintem. De miért a tiszta búbos kemencét nem jó? Várjál, 8-5 vagyok, na akkor már belefér. Gyerekek már iskolában vannak. Persze. Igen. Na jó van. Oké, látod, Bali, van még hova fejlődnünk. Uh-huh. Ezt honnan írták? A kravaktól? Nem, a mamám sporolt a WC behúzásnál. Igen, ezt nem teljesen értem. Ági, köszi. Mutatjuk a hárosugrás beugrót. Jó, figyelj mindenki. Jó, hát már tényleg... Leadjuk az egyiket közülük? Itt több jó is van. Na. De figyelj, melyiket adjuk le? Ez egy jó dal. Jó. Jó? Jó. Na. Ne lassúbb. Aha. Legyen az 9 után. De szerinted melyik volt a jó? Én szerintem sem tudom kimondani, de volt egy ilyen magyar énekesnőnk is, akit Nikának hívtak, ő pedig más, csak hasonlít a Nikához, de más a neve. Niká Szipéri Menó. Tudod? Na jövünk mindjárt, egy percen pontosan 9 óra jönnek a friss hírek, aztán jövünk vissza mindjárt, Ákos híre jut. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik
Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 12 perccel. Jó reggelt kívánunk minden hallgatónknak. Itt vagyunk. Szerda van, és jön a jó idő. Van már tényleg süt a nap, nem fúj a szél, nem lesz eső, és amit most látok az az, hogy fú, hát jövét szerdáig. Mondtam. Igazi indián nyár hétvégén, hát a 30 azért nem, de ez a 28, 29, majdnem 30, ami egyébként tökéletes. Jövő hét szerdáig azt mutatja most a telefon, hogy napsütéses idő várható. És egész októberig az lesz, megmondták, így állanád. Mondtam nektek így velem. Anyád. Így áll anyád. Anyád megdőlt egy kicsit, jó lesz az idő. Tehát, hogy jó, hogy szép indián nyarunk lesz. Igen, igen, aha. Az öregek Velencén. Így áll a nád, Ferikém, így áll. Tudják egyébként, tudják. Nem olyan ez a Mika, mint a régi Queen, a 70-es, 80-as éve Queen-je. De. Ugye egy az ebből, hogy hallgatod, és az énekhang nem, mert azért Freddynek jellegzetesebb hangja volt, de hogy ilyen nagyon az a hangzásvilág, nem? 80-as évek, hát amikor a Queen kezdett befutni, ugye 70-es évek vége, 80-as évek eleje, hát ők ott már nagyon nagy sztárok voltak. Ugyanez a dal, ugyanilyen az, volt. Az. Hallgattam, és itt a Queen-es. Jótól kell csorni, mindig azt mondja. Jó, szép nyúlás, igen. Jó helyről, jó. Ők nagyon nagy koncertet nyomtak a Szigeten is. Igen, voltak. Szerették őket? Igen. És te is voltál? Mikán nem. Hülye vagy? Azért. Nem. Mika, hát akkor megölöm magam. Hova mész? Mika, Szigetre egy Mika koncertre. De nem, a csávó olyan, mint a... Megölöm magam egy Mika koncertre. Ilyen fiatal Jagger, ahogy énekel, meg ahogy táncol, meg ahogy mozog. Na egyébként nagyon jó. Tényleg nagyon jó. Mi nem tudnék még egy adat. A fiatal Jagger, mit értesz, 50-es? Nem, a 60-as Jagger, a fiatal Jagger. Jagger. Igen. Komolyan mondom, tényleg abból a genetikából, ha kaptunk volna. Mennyi most? 70? Azt hiszem most született megint valami gyerek, vagy de gyerekek új így könnyű, van. Hát így könnyű, hogy minden héten új nőt fogyasztasz, hát egyetlen dolog, ami fiatalon tart, az a punci. Jó. Bocsánat, belevágtam a szabadba. Hogy mi? Mondtam valami rondát? Ne, a férfiakat egyetlen dolog tartja igazán fiatalon, az a punci. Hát, ebben igazad van, de én tudom, hogy a Mindzsegernek így pop is megvolt. Jó, néha egy kicsit kalandozod, de lehet, hogy nem tudom, hogy vegetáriánusnak lenni, meg jogázni, meg tavat körbe tekerni, meg nem tudom, gyerekek. Ami igazán fiatalon tart, ezt tudjátok, ne felejtsetek el. Úgyhogy Jagernek könnyű érted, ha minden héten szupermodellek, nők, százai, ezrei, hát ott semmiféle komoly felelősségvállalás és igazából felnövés nincs az ő karrierében, mármint úgy értem, hogy férfiként, hát minden héten más nővel lenni, úgy azért egyszerű. Könnyű neki. Úgy könnyű. Na most a puncit értem, de egyébként ő meg azért jelentős mennyiségű egyéb szert is szedett a mellé. Igen, csoda, hogy életben van. Az tartósít. Az tartósít ez. Jó nők fiatalon tartanak, róla jutott eszembe, hogy legutóbbi Takács Tamásos sztori megvan. Mi csinál Takács Tamás meg? Takács Tamás posztolt egyet a Facebookon a Red Hot Chili koncertekkel kapcsolatban, és hát nemes egyszerűséggel lehomokosozta Anthony Kiedist, és elmondta, hogy egyébként ők hát nem isznak, hiszen narkósok. Aha. Azok a fránya előítéletet, nem? Igen, hogy Tommyval mi a gond? Tehát, hogy eleve, hogy az elmúlt 20 éve olyan sok mindent nem olvasott Anthonyról, és szeretnék csak annak a nő mennyiségnek és minőségnek a felét magam mögött tudni, amiről ő, mi már így, hogy hívek, múlt időben beszélhet, mert hogy gyakorlatilag végigcsajozta az egész életét az ember, tehát, hogy egy akkora vadászolt, hogy az... Hát de Takács Tamás többet tud nálad, ez fedő, érted? Ez csak fedés, hogy ne bukjon le, hogy akinek meleg. Több nője van, akinek jobb nője van, az burnyák. Nem te vagy irigy, ő nagyjából ez van egyébként. Jézus. Jani elmondott még egy nagyon durva dolgot, hogy hogy spórol. Két dolgot akarok Janival kapcsolatban mondani. Az egyik büszkén elmesélte, hogy ő a mászóteremben úgy spórol, hogy amikor látja, hogy valaki lejt egy kis magnéziumot, azt ő összeszedi. Hát, nem a sajátodat használod. Érted, plusz a takarításba is segítesz. Van, ilyen balesetek. Nézi a termet, pásztázza, érted, észreveszi, hogy Józsika a kettes falon leszort egy kicsi magnéziumot, odaugrik, összesöpri, szívföl begye mások magnéziumot, belemártja a kezét, bemagnéziumozza a kezét, vagy ha már a keze magnéziumozza, zsákba tölti, és tényleg az el is teszed, mert föl tudod venni? Ha nagyobb mennyiség, akkor igen. Úristen! Akkor kérek a portán egy darab papírt, érted, és akkor rásöpröm, aztán a papírt lefogás, és szabad nekik, arra még nyomtathatna.
Atya úristen. A másik, hogy kiborultál, hogy valamelyik kolléga kihúzta a hűtőt. És ugye említett, hogy megromlott a tej, amiket jogos, már tényleg romlott tejet kellett innom ma reggel, meg mindent. És elmondom neked egyébként, hogy te húztad ki ezt a hűtőszekrényt tegnap. Mi? Igen, mert hogy igazgattad a hűtőszekrényt, Juli mesélte, és elfelejtetted visszadugni. Te húztad ki tegnap, Juli szeme láttára. A francot megpróbálja rám kenni, nem. Nem. Elmondta, hogy te húztad ki, igazgattad, és elfelejtetted visszadugni. Elfelejtetted visszadugni. De hogy húztam ki, következő történt. Ugye a lábakat vízszintesre lehet állítani. Viszont a mi kis asztalunkban, amin a hűtőszekrény áll, már akkora horpadások vannak, hogy nem lehet ezzel a csavargatással, és letéptem egy darab hullámpapírt, összehajtogattam, és a láb alá toltam, hogy ne mozogjon a hűtő. De előtte kihúztad. Azt mondja Júli, kihúztad. Azt mondta, hogy valami hülye leengedte a hűtőt, ugye, mondta a Viki a Julinak, és mondta, igen, mondta a Júli, a Jani volt tegnap, húzogatta, aztán úgy hagyta. De nyomorult, hogy megpróbálja rám kelni. Hát de most a hűtőt húzogattad, vagy kihúztad? Miért húzott ki a dugót, ha arrébb teszed a hűtőt? Mondd már meg nekem, hogyha a lábát állítom a hűtőszekrének, úgy, akkor hogy húzom ki? Ne rázom meg az áram. Fostos vagy. Így van, be voltál egy kicsit kacsis. Csokis voltál, kacsi, azt meggondolt, hogy megráz a hűtőt. Fostos lehet, hogy kihúztad. Hát, picit logikátlan, de egyébként jó a sztori, amit így kerekítettetek ebből. Tehát, hogy nem, marhára nem húztam ki. Azt Juli húzta ki, és most egy nagyon ócska módon megpróbálja rám kenni. Most tényleg vissza akarod kenni a Julira ezt az egészet? Na, mert még most én fogok ebből rosszul kijönni. Komolyan mondom. Nem, figyelj, megmondom, mi volt. Valószínűleg hiányzott az aljadból, az ajzatból, ebből a hosszabbító ajzatból egy kis csatlakozás rész. Valaki behozta a laptopját, a telefonját, a nem tudom mit, rá akart dugni, nem tudta, kihúzta az első kezőügyébe első csatlakozó, és akkor szépen bedugta a telefonját, és miután feltöltött a telefon, vagy feltöltött a laptop, nem dugta vissza. De akkor Júli miért mondja, hogy te húztad ki? Miért mondja? Nem tudom, hogy miért mondja ezt. Hozzá se nyúltam. Júlihoz? Júli! Miért kened Júli, rám? Te kamukét! Mikor válsz rám kenni, te görény? Te! Ki? Én szóval sem hoztanak téged. Erre megírod a Balázsnak? Nem nekem írta meg. Nem. Hát kinek írtam meg? Sokkal rosszabb a Vikinek. Ja, a Vikinek nem írtam meg. Nem írtam meg, nem. Ő hívott engem azzal, hogy kell neki laktózmentes tej, mert hogy valaki kihúzta. Igen. És akkor én de azt írta, hogy te húztad ki? Hát te! De ki? De hogy húztam volna már ki? Te húztad ki, billegett a hűtőgép, és alá akartad duconni, és akkor kihúztad. De miért húztam volna ki? Most akkor a hülyeséget beszélsz, hogy ilyen hűlsz. Nem, én nem húztam. Kezdesz hűlni. Kezdesz elhűlni. Ez az időskori demencia, nem emlékszel ha dolgokra. Ha a feje fölé emelni azt a rohadt hűtőt, és megrázná, és megforgatná, még akkor sem húzná ki a hosszabbítót. Én biztos, hogy nem húztam ki. Én nem szoktam, én a kávégépet szoktam kihúzni. De én mondtam, hogy te húztad ki. Akkor miért kellett rám? Mert csak te húzhattad ki. Látszod a mozdulatot? Ő macerálta a hűtőgépet, úgyhogy csak ő húzhatta ki. Ja. Ez sajnos is csak feltételezés. Jobban tetszett volna. Hallgatunk, aki nem nagyon szívlel engem, csak mondom nekik, nem kell utálnatok. Utálnak engem, itt elege. De írjátok meg neki nyugodtan, írjátok meg neki, hogy miért húzogatod a hűtőt, aztán nem is emlékszel rá, Jani? Ezt küldjétek. De annyit nem mondta, nem mondtam, hogy Juli. Nem mondtam, hogy Laci. Nem mondtam, hogy Viktor, nem mondtam senkit. De ők, ezek a kedves munkatársak, élből rögtön rám kenik. Olyan kedvesek, olyan aranyosak. Fura, hogy éppen most lett macerálva a hűtő, és éppen most lett kihúzva. Hát egyébként miért nincs sosa kihúzva az a hűtő? Most lett kihúzva. Nyilván hülyülsz, öreg vagy, fostos vagy, féltél, hogy megrázd, kihúztad, hazamentél, elfelejtetted. Hát most ennyi van. Csöpög a pöcsön, persze, meg ezeket is keverjük bele. Figyeljetek, annyi van. Ennyi, hogy hát ennyi. Ha itt a munkahelyen, a klasszef, mert 10 nevet felsorolnátok egymás után, és megkérdeznének benneteket, hogy ki az az ember, aki annyira hanyag, nem törődöm, retard, hogy nem dugja vissza maga után, hogy nem én lennék az utolsó, akire gondoltok? A kényszeresre? Nekem is mindent volt, visszadugok, tehát mindent visszarakok, mindent visszateszek. Ez igaz, mondjuk, igaz, ezért nem értem, hogy felejtetted el tegnap. Én tudom, mert nincsen elég dugom. Tehát én kiszoktam húzogatni hát dolgokat, de ha kihúzom, akkor a kávégépet húzom ki, hogyha ha valahova be kell dugjak. Nem olyan jó, hogy rá akarják kenni szemetek. De egyébként tényleg olyan, annyira rohadékok vagytok. Ez tök most na, tök rosszul esett. Ezért is dugdostam ezt a liter laktózmentes tejet a fiókomban, amit aztán most adottam a Vikinek, mert egyébként volt tarcsiba az is.
Na, hoztál valamit, Feri? Igen, láttam egy videót az interneten, most, hogy már széles sáv van most, nálunk. Most, bevezették az internetet? Bevezették hozzánk a Superstrádát. De mi volt? Megnéztél egy leglegleget Rózsa Gyurival? Vagy nagyon mit láttál? Szeretem a leglegleget. Én az rajta van az interneten? Jó, láttál egy van benne valamit Vágó Istvánnal? Mit láttál most az interneten? De az rajta bevezették? Van az interneten a Vágó István. Azt próbáltam bedugni a számítógépbe, de nem nagyon ment. Az van, hogy biztos ismeritek a kínai zacskós leveseket. Így van. Szerintem nézzél, tudod, hogy ismered. Igen, nemzedékek nőttek fel, egy száraz tészta van benne, meg egy kis zacskóban poroska. Tegnap ezt ebédeltünk. De. De az ez más téma. Ha meg fogtok halni. De hogy halunk meg. De egyszer meg. Mondjuk elég igazad van, nem tudok veled mit tettetni sajnos. De miért éreztek ilyen szart? Feljavítottam egy kicsit, majd elmesélem. Jó, akkor már is mondom, hogy mi van. Egyrészt szeretném mondani neked, hogy a migrénetek, ami van nektek, az ettől a portól lehet. Rákot és Alzheimer. Na már ez is migráns az én, megörülök. Jó, legalább megtanulnám normálisan kijejteni, Feri. Persze, oké, tudjuk, hogy hova húzod majd októberben az X. Ezek szerint is mész októberben. Migráns azon itt egy zacskos levesen. Migrénetek van, tehát migrén, rákot okoz és Alzheimer kort. De ez mondjuk nem bizonyított. A lényeg az, hogy egy srác csinált egy kísérletet ezzel a bizonyos zacskós levessel, azt csinálta, hogy kibontotta a tésztát, azt eltette, az most neki nem kell, és a zacskóban lévő port az beleöntötte egy tálkába, és meggyújtotta. És az és van, mit hivatott szolgálni ez a kísérlet, hogy miért csináltam? Mondom neked, mononátrium glutamát van a kis zacsiban, többek között a fűszerek mellett, mononátrium glutamát, és hogy ez... mit fog csinálni a meggyújtás után, az lesz az érdekes ebben a kísérletben, és ha azt meglátod, akkor majd elgondolkozol, hogy eszel-e ilyet még. Uh-huh. A nátrium glutamát az ugye egy ízfokozó, az egy ételízesítő, hát sajnos az a kínai sónak is hívják, ugye berobban az íz a szádba, és brutális ízorgiát okoz, közben nincs benne annyi íz, csak ez egy ízfokozó. Így van, így is van, és ráadásul... Tészet ne fogdosd össze, mert azt tudom, hogy elviszed. Ráadásul az van, hogy ez a bizonyos nátrium glutamát, ez ugyanúgy függőséget okoz, mint például a dohányzás, meg a kávé. Tehát rá lehet szokni. Vágyod ezt az ízt, hogy ez meglegyen. És akkor, hogyha vágyod ezt az ízt, akkor nyilván megint fogsz venni ilyen tésztát. Hát ez meggyullad és leég konkrétan a kísérletben? Így van, de nem akár, hogy ég le. Nem akarom ellőni. De ezt eszed, Jani? Persze. De ne egyél ilyet, nem, akkor megnézzük, hogy ne egyél ilyet. Mit teszel ebben egy húsleves kockát? A nagy feljavító két húsleves kocka olyan ízlenek, hogy nagyon megőrülsz annyira. Ezt beleteszed az acskóst? Mert hogy abban is van ízfokozó. Fogyasztjuk. Aha, az olcsóbbat. Az olcsóba teszi. Hülye, hogy ez 60 forint, ez drága. Nem, egy ázsiait, abban szósz van, nem por. Azt úgy csinálják, hogy a halaknak kitépik a szemét, és rácsapnak egyet. Na, gyújtsuk meg, akkor nézzük meg, hogy ez működik-e. Legalább tudja meg a hallgató is, hogy mit teszik. Mondjuk nem védőszemüveg van a Ferin, mielőtt rákérdez valaki. Így is van, lehet, és a stúdió is leéghet nyugodtan, itt nekünk abból nem lesz bajunk már. Na, és itt rákot van. Nem okoz egyébként, csak a Feri félre értett, hogy nyomokban rákot tartom. Ja, azt hittem, hogy csinálta srác, egyszerűen beletette egy ilyen fehér porcelántálba, és meggyújtotta a dolgot. Csak óvatosan, legyen hajad. Aha. Nem tudom, hogy mert ez nem úgy néz ki, mint az a por. Aha. De éges, csak éges. Igen, ha. A ős égette. Aha. Hát... Várjál, most ott már feketedik. Aha. Aha. Hát, de rákot biztos okoz. Gyújtogatja. Gyújtogatja. Is, tehát gyújtogatja. Nagyon jó gyújtja, nagyon, nagyon ég, nagyon gyújtja, mindjárt ég, nagyon jó. Addig, ha meghallgatjuk a Best of-ot. Várjál, jó, mindjárt ég. Ne, most nézd meg, mit csinál. Basszus, ég a porcelán. Nézd meg, a por feketedik. Még nem. Látod? Nézd, hogy ég, nézd, mennyire nem ég, mennyire nem történik semmi. Aha, nagyon jó. De várjál még. Őrület, köszi, Feri. Oda nézd. Na, itt a harmadik öngyújtó, ne csináljátok, mert biztos vagyok benne, hogy minden... Őrület, nagyon izgi, őrület, köszi, Feri. Ez már a görög tűz része? Igen, nézd meg. Nézd, hogy ég, azt, ahogy ég, nem ég sehogy, egyáltalán nem ég semmi. Nagyon nézd jó, meg. Feri, nagyon szép, semmi nem történik. Nézd meg most. De az illata már egész jó. Ugye olyan, mint egy kínaiban. Most nagyon ég, így van, Feri, köszi, most Feri. Figyeld. Na, de most tényleg. Viki, most vedd be, de durva, iszok egy kis teát, mert kiszáradt. Valami ég, nem? Isten, én mindjárt beperenkázom magam, ez annyira durva. Na, tehát az a kísérlet, amit az interneten, ezt azért hoztam be, igen? Hogy az a kísérlet, amit az interneten láttunk, az hazugság. Ez a fajta por és ez az étel kiválóan alkalmas emberi fogyasztásra. Jani, tessék, tiéd.
a sátáni tartalmak az interneten. Ez van, ha Velencére is elér az internet. Ez van, ha Velencére is elér az internet. Jövő héten Feri előadást tart a szabadkőművesekről, a szabadkőműves páholyokról. Szívalakban tartja majd a kezét, és nem tudom. Szóval, hogy... Na. Jó, ez egy nagyon jó kísérlet volt. Megcáfoltuk a kísérletet. Meg. Hát ez is egy szép dolog, nem? Tulajdonképpen így van. Aha. Hát na mindegy, ez van. Legközelebb majd Feri a régi helyetesen talál egy elakadási jelző áramszöget, akkor rögtön elkezd kiabálni, hogy szabadkőműves. Figyelj csak, hozd már be azt a kaját, amit ti esztek, mert hát ha az viszont ég, holnap megcsináljuk, jó? Írja, hallgató, jó van Feri, jövő héten nézzek, mi történik, ha Mentos dobsz egy üveg kólába. Ez igen, az nem, nyeljünk le 10 darab Mentoszt, és így meg rá 2 liter kólát, és szétrobbannak a beleink. Így van. Te itt don't try this at home. Senki ne próbálja ki otthon. Hát, hatalmasokat fogsz tőle böfögni, körülbelül ennyi fog történni. Igen. Hát jó, Feri, jó, ennek jó. Rovatot Ferinek. Rovatkoztunk. Elértünk a rovatot Ferinek, nem? Figyelj, legyen ez a besült kísérletek. Feri minden héten hozza valamit, amit lát az interneten. Sziasztok! Én vagyok megint a velencei mítoszvadász. Jó, a velencei mítoszvadász és a net. Nagyon jó. Tehát én a neten megnézek dolgokat, és megcsináljuk ugyanúgy. Jó. Figyelj, ott az volt, akkor minimum heti egyben. Mert az előbb nem mondtuk el, ugye, hogy nagyobbat durvajon a sztori. Az volt, hogy a csávó meggyújtott ezt a port, és gyakorlatilag, mint a tűzi játék, egy ilyen 20 centis csóvát lőtt ki az égő por, a miénk nem. Na hát, nagyon jó. Ennyi. Egy újabb városi legendáról rántott el a leplet Feri. Megszáfa tészta a tiéd, tudod. Köszönjük szépen, Feri. Na, a fogyasztóvédelemmel beszélünk, csak egy mondat erejéig, hogy mit lehet csinálni ezzel a csapteleppel, mert ugye felmerült egy kérdés, hogyha te veszel valamit, még ugye 9 óra előtt jócskán, akkor van-e lehetőség egyébként arra, hogy meggondolod magad, és akár 1-2-3 napon belül te azt visszavidd, és visszaadják az árát, és szentül meg vagyunk arról győződve, hogy egyébként erre van lehetőség, de ez szerintem nem ilyen egyszerű, és arra gondoltuk, hogy felhívunk valakit a fogyasztóvédelemtől, csak hogy mondjál nekünk egy mondatban, hogyha te meggondolod azután magad, hogy te megvettél valamit, és mondjuk az neked nem tetszik, akkor visszaviheted. De most nem internetes vásárlásról gondolok, hanem például erről az ominózus csapterepről. És senki nem értse félre, ez most tényleg közügy, nem egyszerűen arról van szó, hogy a Balázs azt a rohadt drága csapterepet vissza szeretne. Abszolút. Ez nem azért van, hogy felmérjem a lehetőségeimet. És holnap nem azért fogunk beszélni arról, hogy nem találjuk a régi emésztőgödörünknek a tetejét, hogyan kereshetnénk meg olcsón, és nem talajradart használva. Azt a témát azért fogjuk felvetni, hogy megoldjuk az én problémám. Vettem egy csapterepet, és lehet, hogy vissza kéne vinni. Itt van Vermes Bella. Hello Bella, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia. A fogyasztóvédelmi hatóság szóvivője? Komolyan? Igen. Ó, na figyelj, ha veszek valamit, visszavihetem? Nem interneten, boltban? Nem, hát visszavihetett, hogyha bármilyen probléma van a termékkel, de alapvetően az fontos tudni, hogy ha hibátlan a termék, akkor a kereskedő azt nem köteles kicserélni. Tehát mondjuk itt a te esetedben te nem kérheted vissza a vételárat. Köszi. Egyéni elbírálás alapján sem? Tessék? Egyéni elbírálás alapján sem? Nem, semmiféleképpen sem, tehát itt az fontos tudni, hogyha például interneten keresztül vetted volna meg a terméket, mert ugye azt említetted, hogy interneten láttad azt az olcsóbb terméket, ami ugyanolyan volt, mint amit megvettél a boltban. Tehát, hogyha interneten keresztül vetted volna meg a csaptelepet, akkor 14 naptári napos elállási jogod lett volna. Tehát ilyen esetekben például 14 napon belül te indokolás nélkül visszaléphetsz a szerződéstől. Most, hogyha bármilyen terméket vásárolsz, például egy napszemüveget, vagy ha te mégis meggondoltad magad, és például pirosat rendeltél, viszont otthon rájöttél arra, hogy neked kék kellene, akkor ezt indokolás nélkül megteheted. Tehát akkor a boltban nem tudom visszavinni. A boltban nem tudod. De a bolt egyénileg dönthet úgy. Egyénileg dönthet, ez kizárólag az üzletpolitikájától függ egyébként. Mi is találkoztunk már olyannal, hogy például visszafizeti a terméknek az árát, ez tényleg egyénileg megoldható üzletpolitikától függ. Tehát hibátlan terméket a kereskedőnek nem kötelessége kicserélni, ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni. Tehát nincsen sem 72 órás vagy 3 napos csere. Akkor ez egy tévhit, ami sajnos az emberekben él. Igen, ez egy tévhit, igen. Hát ezt buktam. Ezt buktad. Aha. Sajnos, de legközelebb valószínűleg akkor körültekintőben fogsz eljárni. Igen, hát én körbe nézek, arra, akkor jobban. Nincs szükséged egy nagyon jó minőségű csaptelepre? Féláron adom meg. Jöttek, köszönöm, hogy éppen most nincs szükségem.
Jó van, Bella, köszi, hogy elmondtad, puszi nekem, jó munká. Köszi, sziasztok. Ciao, hello. Hello, hello. Hello, hello. Bocsi. Na mi, tényleg, hív fel a bocsékat, ők is szeretik a dizájn cuccokat. És akkor most mi lesz? Hát, seggünk ki lesz. Az jó, de marad a csap tele, azon kívül, hogy ki van a seggünk. Marad a csap tele? Mert te kérdezed, hogy mi lesz, hát nem tudom, hogy mi lesz. Hát most nem tudom megmondani, hogy mi lesz. Hát majd visszamegy egy csokorvirággal. Hát veszem. Mit? Azt a csap telepet. Mit csinálsz vele? Hát nekünk az zuhany. Én pont beférek. Mondjuk te válasz, az igaz. Az... Figyelj, zuhanynak meg már nem drága. Igen. Na jó, játszunk egy jó kis hármasugrás, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Bali, gyere be hozzánk, ide nálunk is lehet jó drága csaptelepet venni. Ide jól járunk. Ide jól járunk, legyen. Ide jól járunk. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok. Szia. Szia. Andi vagyok. Andi, honnan hívtál minket? Budapest, Mátyásföld, 16. kerület. Na, az jó. És mi van most arra felé? Van ott valami izgi mostanában? Hát én meg itthon vagyok, úgyhogy még csend és hullaszag van. Abszolút teljesen csend. Nyugi van, csend van. Mivel foglalkozol egyébként? Én virágkötő vagyok. Wow! Az jó. Aha. Hogy lesz valaki virágkötő? Ezt én sose értem. Tehát, hogy gyerekkorul elhatározott, hogy virágokat fogsz kötni, vagy ez oda sodor az élet? Mert hogy azért ez nem tűnik annyira izgalmasnak. Persze, nyilván aztán van, aki ezt megszereti. Nem, igazából én cukrász, vagy kertész szerettem volna lenni. Azért mondom, hogy ez a virágkötő valahogy nincs benne az ember fejében. Aha, hát igazából a cukrászat jobban érdekelt volna, de erre sodort az élet. Jó virágkötő vagy? Azt mondják, hogy igen. Na jó van, akkor nálad érdemes virágot. Nem kell félelmen egy csaptelep? Köszi, most nem. Nem? Alig nagyon szép, egy állócsap, vadonatúj egyébként. Nem? Nem, köszi, most tele vagyunk azzal is. Tele vagy a csaptelepbe, jó van. Milyenek a kérdések, Jani? Annyira klasszikus műveltségi kérdéssort raktam össze, hogy le fogtok petézni. Igen? Szerintem, igen, valamikor szerintem ez felé talán igazolni is tudja, Egri János is eltolhatta. Ez még felé nem látta az interneten, Egri János, ne zavard össze. Na figyelj ide, akkor mindjárt megkeresem az első kérdést, hogy hol van, és akkor beolvasom neked, jó? Itt van. Oké. Okay. Azt mondja, melyik világhírű zenész felesége volt Yoko Ono? Hát ez ilyen debil kérdés. Na, John Lennon. Így van. Igen, ezeket a mondás is tudja. Kérdezzel, de nem tudjuk volna rá a választ. De tényleg a második is nagyon könnyű. Egy ilyen kedves felvezetés után. Ilyen debil kérdés. Fú, nem jut az eszem. Igen, mondjuk azt mondja, hogy nem tudod. Mi legyen a második kérdése? Próbáljuk meg. Melyik filmfesztivál fődíja az Aranypálma? Filmfesztivál? Hát milyen filmfesztiválokat ismersz, és akkor majd segítünk. Talán a Velencei Filmfesztivál? Nem. Van Velencei Filmfesztivál. Ma ezt tudnod kell, kertésznek készülti. Van. Ja, a Velencei az aranygondola. Ja, Aranypálma. Igen, a pekingi pedig az aranycsunka. Hát milyen filmfesztivál van? Velencei van még. Na mi van még? Hú. Hát hol van még? Ott van a berlini, ugye? Ott az aranymedve, aki így van, egy fagyott medve, a dermedve. Igen. Mondjuk légy, csak rosszakat, csak rosszakat. Hú. Mindenki kap egy dermedvét. Fasz. Na jó, nem, hát most nem, komolyan nem. Hát a Káni filmfesztivál. Káni, hát a legnagyobb. Így van. Igen. Tudod, ahol van az a nagy sétáló utca, a Káni Korzó. Így van, és ha tele van a kutyapiszokkal, az pedig a Káni Kula. Na jó. Jó, hát mindegy. Igen, ez a Káni Filmfesztivál, hát pont ugye, hát pont. Ott pont az ott is. Akkor. Díjat nyertünk ugye Kánban például. Tavaly. Igen, 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 igen. Hogy hallottam most egy ismerősömtől, a Szolfia, buliban volt, és ezt konkrétan megkérdezte valaki tőlem, hogy láttam már a Szolfiát. Na, tesó, picit, akkor beszélgessünk még egy kicsit. Szolfia. Megtörtént. Ez a Káni Filmfesztivál. Sajnos. Hát, majd legközelebb. Andi, legközelebb, ne keseredjél. Vigasztaljon a tudat, hogy ez egy könnyű kérdés. Így van. Meg az, hogy Balázs 150 éve vett egy csaptelepet, amit 80 éves megvettél. Na, sokkal jobb. Rúgdossál még. Andi, puszi, legközelebb, jó? Jó van, sziasztok! Puszi, ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre.
Night Dream. Jó, van, jövünk vissza, mindjárt mutatjuk a nap legjobb pillanatait. 9:30 múlt, pontosan 6 perccel, egy pici reklám, aztán itt vagyunk. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. Mindjárt 10 lesz, pontosan 2 perc múlva itt vagyunk már is. Mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Elromlott nálunk egy csaptelep, éhülye, elmeséltem. Ezzel elindítottam egy lavinát. Egy olyan lavinát, amit nem kellett volna, amiben mindenki elpártolt mellőlem. A saját feleségem is elárult. Zsuli is hátbaszúr. A hallgatók is. És hát kiderült, hogy hülye vagyok. Tehát ezt állalni kell, tehát nincs ezzel baj. Az ember lusta és nem néz utána a dolgoknak. Erről volt szóban reggel. Zsül csúnya ráfaragott ezzel. Mindenki más megúszta, de azt gondolom, hogy rajta el kellene verni valahogy a port. Most már tényleg sok van a rovását. Most is hogy néz? Nem? Azt kikérem magamnak pofát. Hallom. Szoktál. Azt légy, ne írjátok meg, hogy vigyem vissza és vásároljam le. Tehát nem láttátok ezt a boltot, ez egy kiváló bolt, de mit végből övek? 90 darab WC deszkát, tehát hogy így... Miért? 6 darab törölköző melegítőt és 40 darab izé rózsazuhany fejet, tehát hogy így, hogy mit tudok belőle venni. Hát arról nem beszélve, hogy most írtek meg SMS-be, hogy már leúzták a ledőnyt, lapat van rajta, az a bolt már elköltözött onnan. Megvannak, ez ugyanis ezzel a... Igen, szóval erről volt szó, amit a nagy spórolásokról is beszélgettünk. Megjelent egy cikk, miszerint a magyar a saját autóján spórol leginkább, európai átlag alatt vagyunk. Ami arról szól, hogy nem nagyon költünk például kaszkóra, végignézzük, hogy szétveri az autónkat a tűz, a víz, a jég. 1 milliárd forintnyi autókár keletkezett idén csak magyar autókban. Középkategóriás autóban, luxusautóban és persze alacsonyáró autóban. Ennek ellenére a magyar azt mondja, hogy ő bizony nem hajlandó kaszkóra költeni. Kicsit megpróbáltunk utána járni, hogy mi a helyzet, kiderült, hogy nálunk se jó, mert hogy nem félünk se a vihartól, se a leszakadó fától. Ferinek sincs, nekem sincs, egyedül Janinak van full biztosítása. Jó, de hát azon nem csodálkozunk. Azon nem csodálkozunk, igen. És arról beszélgettünk, hogy ki min spórol még teljesen érthetetlenül és értelmetlenül a saját háztartásában. Nagyon helyes SMS-eket kaptunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hát, micsoda káváriád van neked ma reggel? Nem, most mondom, hogy mindenki ellenem van. Nem kell felelőtlenül csapot venni, ennyi. Jobban utána kell nézni, ez valóban így van. Jövőság, Csabi! Egyszerűen nem tudok már mit kezdeni ezzel. Képzeljétek el, hogy pénteken elindult egy migrén, azt gondoltam, hogy elmúlik, és nem múlik el, és már tudod, már amikor mindenki felajánl mindent, és mindenki tudja, hogy erre mi a jó megoldás, és még sincs megoldás. Úgyhogy amíg te a csaptelepekkel, én nem egy migrénnel, de életemben nem, tehát fájt már a fejem, de ez a migrén, és ez még nem volt, tehát ez biztos. Tényleg jó szarul nézel ki. Mondhatják, tényleg. Hogy korra jön, hát ez visszaveszem a napszemeget. Tehát látszik, hogy be van dagadva a szemem. Ma reggel, hogy erősen gondolkodtam, hogy felhívjam a Garamit. Hogy ráére. De aztán nem, hogy. Tudod, mi van, sötét szobában le kell feküdni, fények, semmi hang. Ezt mondják legtöbben, ezért gondoltam, hogy fejben van a garamit. Hát ez nem annyira jó. Berakjátok a keddi adást, ugyanaz. Tulajdonképpen alapjában senki nekem tűnett fel ismételni. De azért nem, most meg foglak cáfolni, mert mindjárt felteszi a Balázs a kérdést, és hozok olyan dalt, amit még nem hallottál. Na ne! Jézus, mi? Valaki elnyomott valamit a gépen, vagy mi, hogy egy olyan dal lesz, amit még nem hallottunk? Valaki félre nyomott? Például a Hooligans-től hozok egy vali új dalt. Ma reggel hallgattuk meg. Mindenit. Na, de a kívánság műsorban még nem. Ja, az igaz. Hívjuk a hallgatóján. Hozok Bigától is egy új dalt. Na, azt viszont még biztos nem hallgatok. Jó, Biga! Ugye? Ő már a szólóban nyomja, hogy Csiga Biga, és Csiga már nincs vele, vagy? A Heinz Gábor Bigától hozok egy újdonságot. Tudja, csak a Kaukázország. Csak most, hogy migréned van egy héten, nem veszed annyira a point. Mit szólt? Rosszul esik. Az bizony. Így van. Tehát ilyen szomorúan bemondani. Mondom, bocsánat, fiúk, csak dolgozok, elnézést. Mit dolgozol, csáó? Hát egy sörgyárnak. Sörgyárnak, hello Márk. Hol hallgatsz hello. Minket, merre van ez a sörgyár? Most éppen Nagykátán vagyok, de a sörgyár az két városban is, Martin meg Sopronban. Hát akkor tudjuk. Hát okosak vagyunk. Világbajnokunk a hely. Így van, Sopron, sörgyár, melyik az? Na figyelj, azt írtad nekünk, mit mond az öreg pillangó a kis pillangónak? Sose repülj az öreg Sebestyén bácsi közelébe, mert lecsap telepke. Lecsap telepke. Megvagy, figyelj, nagyon jó. Az öreg pillangó ezt mondja a fiatal pillangónak. Nagyon zseniális volt. Márk, hát ezt komolyan mondom. Srácok, örülök. Kútfőből jött, vagy nyúltad valonnan?
Nem, ilyen hülye vagyok. Nagyon jó, tényleg komolyan. Igen, már évek óta megvan, de vártál a pillanatra meg a lehetőségre, és most valahogy minden összecsengett. Ennyi. Igen. Küldünk egy szép kis ajándékcsomagot neked, jó? Nagyon szépen köszönöm. Figyelj, a sörfőzés melyik fázisát csinálod? Ez egy tök érdekes dolog, engem ez érdekel, hát mit csinálsz? Nem a sörfőzés fázisát csinálom, én vagyok az, aki a szerződéseket köti. Vagy kóstolod, vagy valami, igen. Hát, azt megkóstolom én elég szerint. Nem túl izgi akkor. Dehogy nem. Nagy emberekkel dolgozok együtt, persze. Jól van. Küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm. Na, milyen zenét hozol, Csabi? A Bigát ajánlom nektek továbbra is, Heinz Gábor Biga, aki hát így háttérzenészként nagyon-nagyon sok helyen ott volt már, de én nagyon örülök, hogy ő kezd kilépni ebből a szerepkörből, hogy ő kíséri a zenészeket és a tehetségét megmutatja a frontvonalból is. Most van egy új dala, a Gátlás Striptease. Hm. Itt ugye gitározik, énekel, zenét szerez, szerintem zseni a csáv. Heinz. Kés tényleg. A light majonézuket nem csípem. Ez se lett rossz. Szevasztok! Holnap hatkor jövünk, szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.